tornán, sziasztok! Hát mi újság van, gyerekek? Ó, mi történik? Hajnali 4 óra van, nyit a bolt, gyerekek. Milyen jó, hogy ilyenkor hajnalkor, hajnali 4 órakor nyit a bolt! Csodálatos dolgok vannak. Annyira spontán, nem felkészült videóra számíthattok most, hogy azt se tudom, hogy már van előre. De várjatok egy kicsit, a lámpát kell kraftolni. Igen, nem felejtett el a Creeper, vár, Creeper az anyád, úristen. Spotlightot is lehet készíteni, gyerekek, ne szórakozzál! Azt tudjátok, milyen tudod, így be lehet állítani, jaj, úristen! Hát, fú, teljesen be vagyok őrülve, gyerekek, nem hiszitek el, hogy mennyire. Hát egy ilyet mindenképp kell lehet csinálni Creepernek, mert ezt nagyon adnám, azt nagyon adnám. Várjatok, állj, stoj! Stoj! Egy csomó mindenre rájöttem, vagy nem jöttem rá, hanem segítettek. Írtatok kommenteket, ami nagyon jó. Például arra azt írtátok, hogy ezek a dartokat, hogyha leszkrepelem, akkor marhasok vasam lesz, és igazából nekem marhasok vasra van szükségünk. Úristen, mennyi vas? Úristen, köszönöm szépen, Norvég írta, hogy ezeket, hogyha leszkrepelem, annyi vasabb lesz, hogy nem tudok vele mit csinálni komolyabb oldal. Úgyhogy igen, igen, ez viszont nekünk nagyon kell a vas, tudjátok, mert egy csomó mindent fogunk csinálni ebbe a részbe. De tényleg, annyira spontán vagyok, és annyira nem vagyok képbe, hogy igazából mit akarok csinálni, hogy el nem hiszitek. Mert igazából tényleg nem vagyok képbe. Azt kellene csinálni, gyerekek, van egy ötlete a képernek, hogy itt ezt szét kellene verni ezek a durva dolgokat. Mert igazából rá... Ez nem úgy volt, hogy ezeket fel lehet szedni? Nem lehet felszedni, de lesz arrom, hogy nem lehet felszedni, nem körekünk, gyerekek. Jöre felszedte. Mert a Keeper kitalálta, hogy itt kellene csinálnunk, hogy a generátort valahova ide helyeznénk, és akkor le is, lehet, hogy le is fedem, vagy csinálok egy ilyen generátor helyet, és akkor innen fognánk elhúzni a vezetékeket, mindenféle vezetéket, mert igazából kellene egy csomó lámpa. Jaj. Pörgök, mindent rágyaszóra, bocsász gyerekek, bocsász, gracias, nem tudom, ez a spotlight lehet, hogy annyira nem jó, de azért az industrial light, azért az oda verne, gyerekek. Miért rakjuk, ilyen is jó lenne, várjál, melyik, ez a kettő, ez nagyon tetszik, meg igazából ez is nagyon tetszik, úgyhogy várjatok, csináljunk ilyet, mert ez így nagyon illene egy ilyen bunkörhő. Köle nekünk, hat darab vas kell hozzá? Semmi probléma, mert Keeper fal van készülve, rengeteg vasunk van. Meg mi kell hozzá, gyerekek? Elektronikus partok kellenének. De egyébként nem kell elcsiszem az összes alkatrészemet, mert csúnya dolgok lesznek, hogyha nem marad semmi se, sehova, semmikor. Na, ebből szerintem minimum, ez a basic-et, ez... Mi az a hang? Ezt a basic-et, ez hülyeség megcsinálni, mert ehhez kell ilyen. Inkább csinálok egy industriálisat, vagy pedig ilyet is. Igazából csinálok kettő ilyet szerintem, mert ez annyira tetszik. Mindjárt megcsinálja. Lehet, hogy le kellene venni aztán üzletőri egy kicsit. Hát, hogyha találunk még valamilyen csodálatos dolgokat, amiket igazából megvehetnék. Figyeljetek, hát megyünk a motorral, mert hát azért van a motor, hogy veressük neki, mint a veres egy házi. Igen, kicserélem az összes fákját. Hát az összeset nem is lehet, hogy ott a lépcsőnél nem fogjuk kicserélni, de úgy nagyjából cserégetünk lámpákat, vagyis fáklyákat lámpára. Nyomjad neki képen! Nagyon be vagyok pörögve, nagyon bírom ezt. Ott föl kellene ugratni egyszer azon a lépcsőn, be a izébe. Hoppá! Megnézzük, nincs elektronik partja, vagy valami bármilyen, meg egy csocsit is kéne venni. Aztán a mai napon egy kicsit fölfejlesztjük a dolgokat. Oda néz az Eye Candy. Az. Te neked is az angol tudásod ott van a szizé alatt. A béka segge alatt jobb éjjel. Tehát nem azért szerettek, vagy utáltok, vagy akármicsoda engem, hogy én itt szofisztikált angol tudással rendelkezem, hanem azért, mert hülye vagyok. Na, figyeljetek, fogalmam sincs, mit kellene itt nézni, de mindjárt rájövünk. Izé kellene elektronik port. Figyelj, ezt én megveszem, várjál, a napszemüvegem nem érnek a gyerekek! Most aztán, most kihúztam a gyufát. Nem érnek a gyerekek. Költünk. Mi van itten? Üzemanyagot is vegyünk. 6000 ér. Nem, ez nem veszek. Jó, oké.
Már ezért kapaszkodtatok a széknek a kárfájába, hogy le, azt tevöd meg. No, de van ilyen frag ammo, de lehet, hogy nem ez kellene abban a rakétavetőben. 700, 750 darabja. Hát azért nem vesz üveg a képer. Fogadjuk, egy darab elektronik alkatrész, meg ilyesmi nem lesz, bár előre érzem. Előre látom. Mi van itt még? Mi az, ami nekünk igazából köllene? Figyelj, van a Rocket Launcher 1-es. Ilyen ne szúrod ki a szememet? Hát nekem van... Oda nézzé, van egy Basic Light itt a 2, azt már bőszi is mög a képer. Ilyen nem közpik... Figyelj, micsoda izé van, oda nézzé, öreg lámpa. De ez nagyon jó, öreg lámpa szivatóval indul. Egyébként ez aranyos, ezt ilyen veszek. Generator Bank, figyelj, én nem tudom, hogy kölle ilyen, de veszek. Mert tele vagyunk, mint a Győri busz. Egy esetleg egy bárszék, azt még így adná, nem gyerekek? Nem? Többit nem költsük el. Meg igazából nincs is nagyon értelmes dolog. Úgyhogy megyünk. Esetleg kifössek itt valamit? Semmit? Nem? Nem akarod? Nem akarja a jó gyerekek ez a csávó. Hoppá! Hát te meg! Jöttél lootot dobni, mi? A képernek. Akkor várjál, figyeld! Dír! Jó van. Nappal is ilyen izai fickók futkoresznak itt? Hát micsoda dolog. Ja, nem lett kifösdve, nem lett kifösdve. Nem volt időm, mert tesztelünk egy játékot szaszával, meg mokkával. Aztán izé van. Próbáltuk egyébként a multiplayer-t összehozni egy-két játékba. Nem sikerült. Mármint a virágbolti verzióba. Hát ilyen izék vagyunk. Ilyen. Gyerekek, hátrafordított baseball sapka, napszemüveggel. Azért nagyon ott van a izé style, nem? Pocek, nagyon. Dír, eldőlt. Ez most eldőlt itt, hogy ez fog történni. Na, akkor rakjuk ebbe üzét. Aksi-maksit. Aksi-maksi. Vagy ilyen, nem aksi-maksit, hanem ilyen botrot. Ennyi az össz motrom? Nincs több motrom. Ja, meg izét is akartam csinálni, várjál. Autót. Az autóhoz viszont acél kell, viszont rengeteg vasat kieszkabálunk ebből a cuccból. Úgyhogy lehet, hogy még bába, gyerekek, még a vas... Még a izét is össze fogjuk küldeni. A vördát. Mit csináltam? Ez hova? Hova durrantottad? Oda. Lehet, hogy még a vördát is össze fogjuk rakni, gyerekek. Van ilyen is benne? Van. Úgyhogy mindenre föl kell készülni. Na, van nekünk kierőnk, 2 darab, de egyébként a vördához meg kell nézni, hogy nem-e kell valami, nem, hogy elcsesszem esetleg. Várjál, itt fölveszem a izébet, a csoda cuccaimat, mert az körlene. Oké, figyeljetek, ezt meg még szkröpölöm, mint az őrület. Aztán igen, akkor van nekünk ilyen 2 darab, ezt most elhelyezi a keeper máshova. Van 5 darab, de szerintem ez ilyen világít így önmagába, csodás módon, úgyhogy az nem köl. Meg van 2 jelünk, úgyhogy kapásból vár is tudjuk durrantani ezeket a dolgokat. Oda és egyébként mutassa, hogy meddig ér el a izék, vagy ez így mindenhova elér. Mert így világításosnak mutassa, itt is, ez ilyen végtelen ideig. Nem kell hozzá elektronyosság? Vagy hogy van ez? Ezt nem értem. Figyelj, az az igazság, hogy 2-je vellan körtét. Valahol fel kellene dírenteni ide. Ugye azért mégis, nem? De először meg kell nézni ezeket. És ezeket elvileg lőhet különböző verzióba, hogy falra is fel tudod csettinteni. Látod? Azért van egy kis hangulat így a keepernek, hogy be van verve nagy ótvar 500 összeg. Hát figyelj! Nem tudom, hogy mit tudok mondani erre. Csodálatos dolgok ezek. És ezt föl tudod izébe is, mennyezetbe is rakni. Bocsánat a bolondságért, de a keeper most nem mondod, hogy így föl tudod, érted, hogy ilyen nagyon hangulat lesz. Hova rakjuk? Egyszer nem tudom elképzelni most már komolyan, hogy ez is mekkora királyság ide. Figyelj, ide 2-t ide földurrantunk. Egyet, hogy... Jaj, és ilyen izéje van, ilyen hangulat fénye van. Árnyékokat veti. Úgyhogy várj, hány van ebből? Még van. Ebből figyelj, fölrakok egy-kettőt, hármat. Nem jó az elrendezés. De egyébként az is mekkora királyság, hogy konkrétan meg tudod azt csinálni, hogy vissza tudod verni instant. Tehát nincsen problém. Na, ilyen kis ízés, ilyen szexelős, hangulatos sztájba toljuk. Ezt meg levesszük, ezt levesszük, ezt levesszük, és akkor még marad 2.
Azt meg nem tudom, hova rakja a keeper. Várj, ezeket le is szedem, mert hát akkor legyen meg a, az az érzés, hogy itt, itt is lehetnének dolgok. Várj, oda mennyezetre fölcsettinted, azért annak lenne egy izéje. Leverik a zombik, nem verik le a zombik, gyerekek? Oda né. Várjál, itt is ezt a fákját leveszem, és akkor jobban látom, hogy mégis mennyire kell. De ennek akkora fénye van, tesó. Ez brutális. Hoppá. Hallod? Rendesen izé van, romantika van, úgy látom. Itt is levesszük. Itt is levesszük. Rendes romantikát érzek itt a levegőbe. Azért. Már 5 darab van, akkor itt ez igazából annyit ér, mint szarba a vitamin szerintem. Mert azért nagy fénye nem lett itt a dolgoknak. Jó, mindjárt majd alakulnak a dolgok, rájöttem, hogy ezzel nem mentem sokra. Olyan kellene, amelyik nagyon tud világítani. Szerintem ez a 200-as égő, ez biztos jó lesz itt a falon. Vagy nem tudom, mennyezeted? Azért az is odná. Mennyezetre neon terveztem inkább, megmondom a frankót. Figyelj, ide kívülre 2 darab ilyen izé. Rémálom. Hogy? És akkor ide el kell húznom nekem a vezetéket? Azért ennek van egy feelingje, nem? Várjál, írt a szosza, szerintem, vagy valaki. Jaja. Mokka Steve volt az. Oké. Okay. Egyszer. Egy perc kívül. Na, majd hónap meglessük hárman. Hát jó lesz, jó lesz. Olyan helyre is kell rakni, hogy ide meg ide vagyjuk. Hogy azért itt legyen. És akkor megpróbálkozunk ez elvileg túllal. Én ezt tudom itt el izé bazsaválni, nem? Hogy itt kötögetek. Csak abba a kölene bőnya, ebbe a generatorbe. Ugye? Bőnyát beledobjuk. Aha. És akkor beleraktuk 1000 üzemanyagot. Már is, ugye? 150 wattnyit föl lehet durrantani rá. Ugye ezeknek írja elvileg, hogy hány. Ennek nem pont. Kapcsoljuk be. És akkor ezt hogy kell üzemeltetni? Hopp. Hoppá. Figyelj, kábelt fölcsettintettük. És akkor beköködtem rendesen a izért. Jó, ez igen hosszú ez a kábel, nem tetszik neki. De, várjál. Azt mondjátok, hogy itt fog lógni a kábel, meg megbolondulok. 5 watt. Nehogy már itt a végig kell húznom mindenhúr a kábeleket, mert tényleg izé lesz, harakiri. Na, akkor itt a izé lesz, bazze. Akkor kellenek ezek a... Ennek, ugye? Végig kell húznom mindenhúr a kábel, de akkor már föl kellene rakni azokat a világító dolgokat. De egyébként van kis lámpám, ne viccelj. Az már egy ilyen... Na, ilyet kellene, hányat tudok csinálni? 6-ot. Figyelj, legyen ilyen, nem? Ez így adná. Aztán akkor el is csettintettük az elektrik párcunkat, szóval nem lesz rá gond. Akkor ezt szerintem be tudom kötni, és akkor megpróbáljuk így összekötni. Figyelj, kellene egy kapcsoló is, ugye? Hogy akkor azzal föl tudom kapcsolni a villanyt. Szépen a posba. Na, mi van itt még? Ezeket meg szkrepeljük el, mint az őrület. Mert rengeteg acél meg mindenre szükségünk van. Olvasztási déma, hol vagy? Hol van a? Oké, és akkor csináljunk a célt, mert akkor köll az meg a kocsihoz. Hát, egy-kettőt úgy látom, hogy leköjüzélem. Megolvasztanom. Na, elkészültek dolgok, vagy valami is oda történik? Úgy van, 2 darabban megvan. Bocsánat a bókás hülyeségért, de Keeper most nagyon rá van függve. A neon. Azért a neon az adja, nem? Az egy feeling lenne, hogy így végigcsapná az ember. Várjál, rakunk ide. Hány darabunk van? 2 darabunk van eddig. Rakunk. Mondjuk ide remélem, hogy ennek nagy fénye van. Nem az, hogy ilyen nagyon szar. Kakaré. Rakunk ide. Meg mondjuk rakunk ide. És akkor ez kb. Sőt, szerintem 1, 2, 3, 4 blokk, 1, 2, 3, 4, 5 blokk. Ezt vissza tudom venni valahogyan? Aha, vissza, hogy ne tudnám. Még egyen odébb rakjuk. Jó, aztán akkor izé lesz. Akkor ez a oldal, ez már bevilágosodott. Úgy, fasza. És akkor már kötögethessük is. De figyeljetek, egy kapcsolót ide föl kellene durrantanom. És akkor fel tudom kapcsolni a villanyt.
Nem csak úgy izé, csak úgy van. Oda, itt a kapcsoló. Jó, és akkor ezt a kapcsolót kellene bekötni először is. Vazetékkel. Igen, hogy? Húzzuk a drótot. A drótos tót. Oké. És akkor már is oda nézze. Föl tudod kapcsolni, le tudod kapcsolni, ott megy benne a záram, megy kül. És akkor föl kellene húzni. Tudod, hogy kell erre? Elmondom neked, hogy fölül kellene húzingálnom. És ott ugye nem látszik, hogy itt van húzingálva vezetik. Rakunk vezetéket. Sőt, ezt föl kéne vennem. Ide kellene. És akkor nem zavar engem, érted? Kettő közé sehova? Sehonnai bitang ember, ezt felveszem. És akkor megpróbáljuk elhúzingálni a vezetékeket, hogy ne látszanak, mert nem akarom, hogy izé, hogy itt csúfoskodjanak a vezetékek. És akkor azt kellene, hogy ugye innen viszont föl kellene nekem a baszod ezt az ide raktam. Ezével a metszőollóval. Ez meg egy komoly gameplay lesz, gyerekők! Na figyelj! Metszőolló. Behúzzuk. Mondjuk. Ide, elvileg ide elérnem. Oké. Okay. Meg a metszőollóval. Elhúzzuk ide is. És akkor ez így van nekem. Arra mozogba, ugye? De hát ez nagyon csúfos! Ezt nem tudom leve... Hogy tudom? Üzélni. Nem tudom ezt eltüntetni, vagy valami csoda. Most ez hogy... Hogy kellene nekem ezt? Hogy kellene ezt levágnom innen? El a baj, hogy ez nagyon ronda. Aha, így kellett levágni, jó. Hát ez még kikő tanulja a képernek. Figyelj, ide dobjuk. Hát... Az a baj, hogy ezt úgy kell megkreálnom, hogy itt fölül menjenek a vezetékek, és ez nem a legcsírosabb. Még jó, hogy sok ilyenem van. Tényleg akkor ugye fölül lesznek a szerelvényezések. Tehát akkor ezt várja, ezt ide bekösse a keeper. Ide. Ugye? Fúj a szél. Ezt innen, ekössük ide. Ez eddig oké. Okay. Elbő a trafóbu. Elkökötni. Az etik, ide. Na, és akkor ugye ezt már tudom kapcsolni, zöld, piros. El kell húzni a lámpák hő. Tehát akkor ezt a ebből el kell húzni mondjuk a ebbe a lámpába. Elhúzta? Talán ugye? El. Ebből el kell húznom még ebbe a lámpába. Okay. És a másikból. És akkor itt nem látszanak a vezetékek, értitek? Ki van találva ez? Ebből el kell húzni a legutolsó lámpába. Mit futkorászok itt ezzel a kábellel? Ide. Úgy. És akkor elvileg, hogyha ezt kapcsolom, akkor ezt fölkapcsol? Hoppa, tessék. Varázslat. Megtörtént a varázslat, ugye? De, ez még nem elég. Mert itt végre nincsen világítás. De szerintem már lekraftolódtak a dolgok. Mindjárt meg lesz a bid, de gyerekek, ne aggódjatok. Keeper uralja a helyzetet. Másik oldalra is kére három, és akkor megvan 3-3 neon. Bú! A dolog. Itt ugye középen is egy darab blokkot hagytunk el. Ó, ez nagyon bírom. Na, várj, ez már izé volt szerintem. Jó. Bocs, hogy csipok, csak közben még tervezünk valami gameplayt egy másik játékkal, aztán hát ez így keeper most egy kicsit így el van izébe, anyátlanodva. De várja, hány blokk hol van? Egy, kettőre van ettől meg egyre. Tudjátok, hogy a keeper ezt fontosnak tartja az ilyet, kettőre, ettől egyre. Tehát akkor itt van egy, és akkor öt blokk volt. Egy, kettő, három, négy. Egy, kettő, három, négy, öt, és akkor ide jön egy. És egy, kettő, három, négy, öt, és akkor ide jön egy, ugye?
Egy vonalban van. Oda nézzetek, látod? És így gondolta ki a keeper, hogy akkor a sima neonokkal így megoldja a világítást egy darab kapcsolóval. Mondjuk a kapcsolót azt rakhattam volna valahol máshova és egy egész jobb, sokkal jobb helyre is. De hát egyelőre szerintem ez így jó lesz. Sőt, lehetne úgy, hogy nem, ne ez a kapcsoló ezt az oldalt kapcsolja, a másik oldalt meg a másik kapcsoló kapcsolja, nem? Az így sokkal nagyobb flash lenne. Pont ide még egy kapcsolót fel kellene patentani. Ugye? Mekkora királyság lenne az? Van nekünk még kapcsoló? Van egy kozol kapcsolónk, úgyhogy... Oké, ide fölpattintottunk még egy kapcsolót, ugyanúgy fölé kellene húznunk, ugye? De bozza, nem látszanak a kábelek? Csak akkor, amikor húzod őket. Bazza, én azt hittem, hogy látszanak a kábelek. Akkor ez teljesen fölösleges itt... Bazza, én ezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy látszanak a kábelek később is. Hát akkor ez fölösleges egy-két dolog itt. Értitek? Vagy csak akkor látszik, hogyha éppen húzingálod. Ja, hát akkor jó. Akkor nem baj, ha belóg, meg ilyenek, tudod. Tehát akkor semmi értelme nincsen, így én ezeket ide pakolgattam. Jó, de mindegy, legyen, jól nézzen ki. Jól nézzen ki, gyerekek. Úgy. És akkor igazából annyi az egész, hogy ebből húzunk még ebbe a kapcsolóba is. Ugye? És akkor annyi, hogy ebből a kapcsolóból húzunk föl ide. És innen húzunk ide. És innen húzunk ide. És akkor onnan húzunk az alsó lámpához. Ja, nem kell, bazza, nem is tudja elhúzni addig. Eha. Várja. Belebonyolódik itt a dolog. Belebonyolódik a keeper a dolgokba. Ugye akkor elég az, hogy nem kellett volna ennyit ilyet leraknom. Lámpecskú. Kapcsoljuk már fel. Középső lámpecskú. Csak az a baj, hogy 6x10, 60, 6x5, 30, már 100, 90 darab, 90 wattnyi már ide föl van pakolva nekünk, ami nem biztos, hogy annyira ildavas. Az a baj, hogy egy idő után nem tudod tovább húzni, remélem, hogy oké. Okay. Már 90 wattnyi ugye fönn van. Oké. Akkor ugye egy kapcsoló innen, tök jó, ez nekem tetszik. Kapcsoló innen egyébként lehetett volna oda mögé is, de hát ez tök jó, így megszokja az ember, hogy hún a kapcsoló, nem? Ott hún se akarod átrakni a kapcsolót minden állandóan. Viszont akkor annyit csinálunk még, hogy itt ezt bekössük, még ezt a buvit. Ú, ennek nagyobb fénye van, apám. Ennek baró nagy fénye van. Ezért drágább ez a bubi. Mert ennek sokkal nagyobb fénye van, gyerekek. Aha, mondani? Azért. Azért ezt már így adja, nem? Így ez teljesen jó. És akkor egy jobbos, balos. Tök jó. Hát, hú, ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik, gyerekek, viszont itt még van két külső. És egyébként ide belülre ez elég is lenne szerintem ez a fénymennyiség. Azt a két külsőt rá kéne rakni. Tudjátok mi? Szerintem van egyébként fotocellám, de most a fotocellával szórakozzak. A fotocellát is, ugye például fotocellás kaput lehetett volna csinálni. Úgyhogy lehet még dolgokat, de azt most nem akarom kiverni. Főleg nem itt előttetek. 150 wattjink van, ugye? Szervetlen craftba. Nincs több motorom? Ezt én nem értem, hogy... Három darab motorom volt. Na közben várjál. Valaki gyökörög el. Közben meg itt.
My senses have picked up something. Megjöttek a brokonok. Na, ez hiányzott. Öcsém, de utálom ezeket. Na, nem baj. Viszont ez a neonos do... jó, elég jó fénye van, de lehet, hogy nappal nem lesz annyira kira. Mit akartam? Ide lehetne egy kapcsoló. Mindjárt ki kéne nyírni azt az egy hülyét. Mert itt akkor ez 600 áré lesz, hogyha... Meghalt. Ezt érdekesen módon oldottam, meg közben még a kapcsolót is fogtam, srácok. Na igen, aztán akkor... Ebbe a kapcsolóba kéne nekem áram, de azt... Meg tudom én ja nem, az nem jó, hogyha ezzel kötöm sorba. Mert... Nekem kellene áram abba a kapcsolóba. Túl messzi van, ne? Túl messzi van, kell valami átvívő ötség, egy ilyen. Csak azt nem tudom, hogy ezt tudom-e rakni valahova. Ja. Ide tudom rakni. Ja. Hát azért az áram ellát, azért már áramot termesztek magamnak, vagy termelek, vagy minek nevezik ez. Az a nem egyszerű, gyerekek, áram. És akkor onnan le tudom húzni ide, és innen föl tudom húzni ide, és ugye innen föl tudom húzni oda. És akkor elvileg, ha fölkapcsolom, akkor itt is csodálatos világítási dolgok lesznek. Na, így már egy kicsit frankóbb a dolog, nem? Van egy kis világításunk, ha akarom lekapcsolhatom. Nappal egyébként tök le tudom kapcsolni. Hát az én annyira nem irodom, hogy mondjuk így meg tudom csinálni, vagy igazából hadd menjen be az el. Ugye lehet ilyen timer, azt hiszem, talán még timer is van már, vagy lehet, hogy timer nincsen. Viszont ilyen fotocellás dolog van. Mennyi üzemanyagot fogyaszt? Hát ilyen nagyon minimál, úgyhogy 1000 üzemanyag. Az nagyon sokáig elég. Viszont mennyi? 90 watt van rajt és 150. Úgyhogy akkor még bőven jó vagyunk. Ezt is le tudnám rakni. Ezt meg lehet, hogy azt csinálom, hogy ide bemegyek, és akkor itt kiszedem, és akkor ezt lerakom valahova. De mondjuk ebből kettő lenne jó. Az a gond, hogy ugye elektronik alkatrészem az elment. Szóval az nagyon nincsen. Pullal egyébként tudnék egy kicsit gyűjtögetni, mert miért ne? Csak akkor ki kell pakolnom, mert annyira durván sokat zabál, ugye várjátok, túllokat is ki kellene pakolnom. Ez a túl mindenképpen, ez is túl egyébként, mert ez egy balta, ugye? És a fáklyákra már nem lesz szükségünk, de jó. Ja, meg iszé, SMG-t. Hát az SMG-kkel nem tudom, hogy hadilaborálok, hogy mi a szart fogok azzal csinálni. Jó, már is egy kicsit, egyen jobb a helyzetünk, srácok. A vasat azt kirakom. Meg rakom be neki, hogy folyamatosan olvasszuk. Mert akarok egy autót csinálni ebben a részben. Ebben a részben ilyen kraftolás, meg mindenféle ilyen csuda dolgok lesznek. Szóval erre készüljetek. Más nagyon nem hiszem, hogy fog történni. Mármint olyan nagyon komoly dolog, jó? Szelvetlen craft az mehet ide. Meg ez is ide, igazából szelvetlen craftnak minősülő tárgy, meg ez is, meg ez is, meg ez is. Aztán majd utána átrénzzük. De ezt meg figyel, ezt meg tudod mi? Ne. Erre aztán nem volt szükség itt nagyon. Meg szelvetlen craftba mehet ez is, jó? Ez meg mehet a fába. Ezt akkor nagyjából jó vagyunk, csak azért mondom. Figyelj a loot stage-et bármennyire is. De várj, ez meg pont erre, arra jó, figyeljétek. Hogy ezt a harvestet, szerintem ezt növelni ez. Mármint ez a set. Úgyhogy mindenképpen ebbe fogunk kizéni veletni.
És szedünk egy csomó kocsit, és akkor lesz talán még generátorunk, meg minden. Hú, ezt bírom, ezt a hizet, ezt kapcsolós megoldást, ez tök tetszik. Nagyon jó, meg ugye itt is föl, meg le tudunk. Figyeljetek, mennyien üzemanyagot majd mindig szerzünk, meg mit tudom én. Aztán azért így egyen kellemesebb, nem? Vagyis inkább ilyen high-tech. Meg ugye később akkor csináljuk ezt a fotocellás megoldást is. Figyeljetek, itt tetőn az bőven elfér, nem? Nem kellene itt aggódnunk, hogy most nekünk most itt csúnya vagy nem csúnya, hát industriális bájtottságok vagyunk. Ezt kiszerem, mert annyira idegesít, hogy itt így van. Pia alapanyag. Nem mint, hogyha annyira nagy szükségünk lenne rá. Meg ugye van egy kozornyi izénk. Még mindig, hallod, még mindig 2 percig csinálja. Mehet a szelvetlen craftba. Fösték az lesz bőven. De egyébként sose rossz. Na, megyünk, aztán gyűjtögetünk ilyen alkotóelemet. A hátra csapott sapkánkba. Mindenféle kocsit szét fogunk lutolni. Szerintem bevegyek a városba, aztán adok neki. Jó, most tök mindegy, hogy itt állok neki, vagy akár merre. És akkor lesz elektronik part, meg mindenféle csuda jó dolog. Itt biztos lesz zombi. Ez nem szedi folyamatosan? De úristen, odaréz. Már ott van kapásban egy motor. Ú, ez nagyon gyorsan tudod szedni, és nagyon hatékonyan, meg szerintem az a set, ez segít benne. Úgyhogy fasza. Itt is van 2 kocsi. Kilutoljuk szépen. És eszméletlen sok. Érdekes. Ja, meg ott van már kerék. De jó lesz itt. Jó lesz itt, gyerekek. Mechanic part, electronic part. Part. Jó, majd kiszorom a izé cuccot, hogyha lesz olyan, mert... Ez ott electronics, ugye? Ja, meg mechanic is, meg electronics is. Nagyon jó. Ez az elég kemény eszeri, nem? Nem hoztam javítókészletet? Rottul nem. Mert ez, úgy látom, hogy az romlik ennek a izéje elég gyorsan. Azt hittem, hogy ennyire nem. I've got a bad feeling about this. Ez mi volt? Mi volt ez a... Rendőrbe kocsit is szétkapjuk. Hú, lesz egy csomó lámpám. Akarok mindenképpen ilyen reflektort is, meg mindenfélét, úgyhogy... Úgyhogy adjuk neki. Hát, nem tudom. Miért szedtem ki? Miért dobtam ki? Nagy értelme nem volt. Oda nézzetek. Mennyi vas? Oda néz, 1000 vas, hallod? Meg lesz a kocsi, meg mindenképpen ebben a részben meg akarom a kocsit is csinálni. És akkor már csak a gyrokopter van vissza. És már túl vagyunk terhelve. Ja, ebbe a szedbe egyébként kellene volna raknom már egy ezért bőven. Valami... Tudod mit? Modot. What? Ez mi a... Mi ez a hang? Mint hogyha nem is tudom, megnyertük volna az 5-ös lottót. Oda néványi cucc, hallod? Nem bírja kiírni? Tényleg így rendesen bebagolt tőle. Itt volt egy kocsi, ezt elfelejtettem, jó van. És már felszálltunk. A csomagtartóban is elektronik part volt, vagy pedig mechanik. 13 darab lámpa. Ott egy kutya. Egy kutya, mutya. Egy kutya. Nem de romlik ennek az állaga. De nem olyan gyorsan. Azt hittem, hogy gyorsabban. Először úgy tűnt, mint hogyha gyorsabban romlana. Master, we are not alone. Aksik, meg egy csomó motor. Jó, megoldódott itt a probléma. Annyi világítást csinálhatok, amennyit nem szégyellek, én úgy látom. Mert ugye lesztek itt 10 kis alkatrészek is bőve. UFO múzeum, ne! De ezt meg kell néznem, beszéd meg. Ezt ilyet még nem is láttam.
UFO múzeum. Úgy de jobb írtad öcsi. Öcsi sajt? Hát nem tudom, ja nem, egyszer, mint hogy volt, lettünk volna egy ilyen UFO múzeumban. Ott egy tattor, azt is szét kell szedni. Itt is egy kocsi. Egy tocsi, tocsi. Ezért ebből lehet olapanyagot szedni, hát nem éri meg bányászni, már csak a vas miatt mondom. Figyelj, elmegyünk itt, és elmegyünk egy jobb kanyarat, ugye itt is lesz egy utca, és ott azon végigmegyünk, és akkor hazaérünk. És akkor egy barom sok cuccot. Na, azért a furgonért még elmegyek, ha már egyszer így van. Olaj, műanyag, alkatrész. Úristen, nem is gondoltam, hogy ennyi cucc van. Figyelj, nem bírja kiírni, hallod. Durva. Nyugalomban. Testvérem, a keeper megjött, és oda a testrészem. A fejem lerepült, mint egy nagy tök. Nem tudom tovább. Hú, ez egy ilyen nagyon nehéz küldetés, figyeled? Ó, az ott rohadt meg, gyerekek, az egy tök magja, meg a többi kacadékja. Ez ilyen roncsban ilyen kacatalkatrészek vannak, látjátok? Tehát abból nem is ott jó cucc volt, érdekes. Visszamegyünk a jobb, nyomunk egy jobbost. Aztán akkor végigérünk. Ha meg is vónánk. Meg is vónánk, gyerekek! Oda néz, ebből mit mennyi cucc? Úristen, oda néz! 162 mechanic parts. Ebből gagyi jön, a kamionból sok cucc jön. Megállunk. Volt benne egy darab virág, biztos valami leányzónak vette a kamionos. Csak fölöpte a GD Shipping. Hát ez kurva jó. Meg rongy, 300 valamennyi rongy. Gyerekek, én nem is gondoltam, hogy ennyire jó ez a szajré. Tényleg én arra gondoltam, hogy ez jó, nem rossz. De hogy ennyire, hogy a kocsikból így igazából ilyen jó frankó cuccokat nyelsz ki. Ugye szétszerep a saját motoromat is. Jó, már nem tudja hol rakni. Ja, mit nem rak? Radiátor, ott rohagyjam meg. Jó, menjünk haza, mert már nagyon nyílen vagyunk. Milyen gázon így. Bukósisak nélkül vagyunk, vigyázzál. Érkezek. Hú, ezt olyan eltaláltuk. Az miért világít zölde, hallod? Ez eddig is zölde világított? Nagy bürös szart, nem gyerekek? Nek lehet változtatni a színét, vagy mi van ezzel, hallod? És külön is tudod kapcsolni őket, tök jó. De ez nem emlékszem, nem is tűnt fel, hogy zöld lenne. Zöld volt. Nagyszerű. Mindig kíváncsi vagyok, hogy mennyit zobál. De figyelj, eddig 50-et evett. 50-et. Teljesen lényegtelen akkor ezek szerint, hogy... Na, itt meg még akkor. Most lett egy csomó. Vasi. Hat ezer, hallod? Jó, gyerekek! Nagyon király vagyunk. Kellene csinálni reflektorokat is. És a reflektorokat azt lehet, hogy alulra? Nem tudom, hogy világítanak azok a reflektorok, és hogy tudom beállítani őket. Vagy lehet-e valami speciális dolgot, speciálba. Mondjuk a zombiland feliratot azért egy reflektorral azért megvilágítanám, nem tudom. Hogy tényleg nem tudom, hogy lehet azokat használni.
Mindegy, egyet csinálunk, aztán meglátjuk, gyerekek. Hány darab motort kaptunk? Kaptunk 3 darab motort, úristen. Meg aksikat, meg mindent is. Nem is tudom követni, hogy mi ez. Egyelőre ezt nem fogom. Állj! Kicsit gondolkozzál már képről, azt sem tudom, mit csinálsz, meg mit beszélsz itt. A motornak kellene, vagy az autónak kellene az alkatrészeit összerézni, mert autókaszni ugye, az a 4x4-es truck kaszni kellene nekünk, ugye? Ez kellene. És igazából megvan majdnem minden. Duct tape-et kell csinálnunk, meg barósok. 370 acél. Azért jó van. Köszönöm, emberek. 375 acél. Hát az azért, amire meg lesz, arra lemegy a nap, mi? Lehet, hogy berakom ezt a maradékot, ide be tudom ilyenkor rakni ezt az acélt? Majd de jó. És akkor ez nem olyan veszélyes, figyelj, már majdnem meg vagyunk, nem? 54 készül megint, 60, az meg már 200, és akkor már farankók vagyunk. És megcsináljuk ezt a 4x4-es trackot. Kell hozzá egy engine, kerekek annyi van, mint a sár szerintem. Jó, szervetlen, figyelj, szervetlen krafta, kiszorja a keeper, ami van. Motorost is, aksit is. A felszám, hogy a vasbora tem ezeket a rugókat. Oda néz 104 rugó. Hát, rugó problémánk örökre megoldódott. Többet nem kell gondolkodni a rugóról szerintem. Ugye? Oda itt is egy motor. Jézus Isten, vegyi motorunk van. Na, ami köllene, mi a speaker? Ez ilyen riasztó, mi ez tök jó. Na itt láttam, hogy a motion szenzort, ugye bekötnéd, akkor elvileg lehetne olyat. És itt a timer. Electric Trimer Relay. Tehát ezt bekötnéd, mondjuk bekötném, hova kötném be? Bekötném, mondjuk a reflektorokkal. Kellene csinálni egy reflektor, gyerekek. Úgyhogy akkor megnézzük a reflektor, és bekötjük azt, hogy ez csak éjjel. Az is szerintem Like-nál volt. És ez egyébként ez baróljó. Na, Spotlight, na ez az. Trekkeljük már be. Kellene nekem electric port, kellene nekem ilyen, kellene nekem duct tape, meg kellene nekem vas, amit az összeset bazd beraktam. Egy-két vasat azért kikaptjuk, egy küzdbű. Meg is van, és akkor csináljuk egy darabot, és meglátjuk, hogy ez hogy világít, hogy ilyesmi, jó? Humbagy? Itt van spotlight, kraftoljuk le. 11 másodperc. Mindjárt meglátjuk, lehet, hogy valami epic nagy fénye van, nem? Azt úgy adnám. Meg a... figyeljetek, a zombi váróból is tudnánk egy olyat csinálni, hogy az aljáról, ennek az aljáról így megvilágítani a zombi várót. Valami ilyesmiben gondolkodik a keeper! Már lejárt a 14 másodperc, csak az a baj, hogy ugye akkor vezetéket is köllere húzni a képörnyák. Itt van a spotlight, ez mekkora egyébként, hogy így valamit lássunk ebből. Ja, ez jó. És ezt tudom én itt izélni, hogy merre világítson? Várj, lerakom, azt meglássuk. Célzás. Kamera preview. Bazza, ezt be tudod lőni. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó, csak köl neki ugye áramocska. Tehát akkor ezt így végig raknám mondjuk alul. Hú, ez nagyon jó lesz. Ebből mindenképpen fogunk csinálni néhány darabot. Szerintem hányat fárjatok? Le kéne mennem, leugrok. És gyorsan megnézem, hogy ez hogy néz neki jól. Uha! Még jó, hogy túléltük. Alulra oda raknám. Hogy? Oda raknánk neki egy platformot, amivel így be tudná világítani azokat a dolgokat ott. Vagy pedig ide raknánk két oldalra. Hát ebből ki lehetne hozni valami nagyon jó cumót, hogy megvilágítani ezt az egészet. Mondjuk ha ide raknék, oda raknék négyet. És akkor így fölvilágítva. 4. Nem tudom, mekkora fénye van.
Na várjátok, először kipróbáljuk, jó? Mert ez egész jó lesz. Gyerekek, nagyon high-tech, olyan high-tech bázis csinálunk. Mi kár, hogy nem lehet így... Oh, ó, te. Pásztáztotti. Vele. Az még adná. Na, igen, akkor igen, ki kell próbálni, figyeljetek, be kell kötni, ennyi az egész. Nem lesz ez annyira bonyolult, annyi, hogy nincs valami a túlom, ugye? Hol van a túlom? Ezt meg itt agyusztálni kell, hogy minél gyorsabban, jó? Megint 27, jó, meg lesz ez a 300, se valiba. Igen, ezt be kéne kötniem. Ez hány wattos? 5 watt csak. Na ez azért jó. Ez azért jó. És akkor ez hogy működik? Hogy? Aha. És akkor be tudod állítani, hogy hol van ilyen. Oda nézzél! Ott a nézélünk a kábellel! De hogyha ezt így belövöm ide. És akkor hogy tudok itt kilépni? Aha. Hát ez böszme jó hallod. És akkor az oda világít. Ezzel megfogtuk az istenlábát, ez marha jó cucc, gyerekek. Ez marha jó cucc. Ezzel be tudom világítani, ezért, ha mondjuk a zombi várot négyen be tudnám világítani, és akkor ilyen nagyon epik jól néz neki. Tudod, hogy. Úgyhogy négy darabot lekraftolunk kapásban, csináljunk egy platformot. A fát azt el kéne vinnem, ezt, és akkor ebből tudnánk csinálni egy olyat, hogy lekopizom ezt. Nyem, nyet, ezt lekopizzuk. És akkor fölé megyünk, de viszont először akkor craftoljunk le ebből egy négyet. Craft. És kellene levinnünk majd áramot. Az áramlevitel az... Azon gondolkozok, hogy zajjon. Nem lesz az olyan messze, úgyhogy lehet, hogy nem is kell levinni. Viszont egy kapcsoló köllene, gyerekek. Mert akkor úgy csinálná meg a keeper, hogy itt tudnám bekapcsolni. És akkor lemenne oda, és akkor azt csak akkor kapcsolnám be, amikor zombik jönnek, vagy valami túr. Így fölkapcsolnám, tudod, ilyen epic nagy fénye, hogy akkor mindent ilyen halál pontosan látnék. Igen. nyugodjunk meg. Úgyhogy kell egy kapcsoló, ez nem kellene most egyébként. Ilyen nem hiszem, hogy kell, úgyhogy egyelőre. Jó? Jön a ribanc. Gyere. Ketten, bazd. Hát ezek eldobták a kadalat hamar. Keeper nem hagyott nekik esélyt. Na, ide gondoltam egy kapcsolód valahova. De pont ide. Marha jó. És akkor innen, vagy föntről lehúzunk áramot ide. Ugye meglássátok, hogy mit gondol a keeper. Tök jó egyébként, hogy nem látszanak a kábelek, csak addig, amíg bekötöd. Innen kellene lehoznunk, csak hát ezt remélem, hogy elenged addig. Elenged, jó. Kapcsolóig. Rendes fizikája van a kábelnek, ahogy húzzuk. Igen, és akkor innen viszont lehúzzuk majd. Hát az nem tudom, hogy fog az megvalósulni az a lehúzás. Most azon agyalok. Hát, tudom, hogy valósul meg. Semmi gond. Kellene nekünk egyébként kűj. Cobblestone, kellene nekünk fa. Mármint ilyen rendes fa. Upgrade-elni, meg kellene nekünk a túlok közül az upgrade-elő masinaéria. És akkor az meg is vagyunk. És akkor le kell vinni még az 5 darab ilyen szart. Hol van? 4 darabot. 5 darab van. A 4 elég lett volna egyébként, most rájöttem. De nem baj. Hú, nagyon jó ez. Le kellene mennünk. Próbálok összeszedetten gondolkodni, de a keeper kicsit bolond. Nagyon fut, és ettől egy kicsit túl bolond. Ja, ide is kérem, fel kéne upgrade-elni. De egyébként azt találtam ki, hogy mindenképp lábon akarom túlélni a hordát. És azt fogjuk csinálni lehet, hogy átállítjuk a hordát, intenzitását. Minden hordával egyen nehezebbre. Szerintem az tök adná, tök érdekes lenne, hogyha mindig egyen nehezebb lenne a horda. És ilyen tök nehéz lenne egy idő után emiatt, nem? Ez nem lenne egy kicsit egy ilyen kis bónusz
Bonus tájba, hogy így tök izgalmas lenne. Hát ezt nem tudom, hogy fogok megoldani itt a okosba, hogy leessek le. De majd valamit mindjárt kitalál a keeper. Valami csodát kitalálunk mi, hogy ne essünk le mikor építkezünk itt. Na. Úgy. Sikerült, bazd meg! Jó van, kösz. Aha. Gyere ide, hum vagy. Hum van az én drónom. Van nálad egy szét, valami csoda. Ó, Isten. Már megint bazd meg. Egy óra szerintem a maximumja el tudom törni. Nekem mindig sikerül bazd a maximumra. És pont akkor, amikor ugrabugrányik a... Istenem, hogy lehetek ilyen hülye? Komolyan mondom. Hogy lehet a keeper ilyen hülye, gyerekek? És pont amikor ugrálni kell. Jöttem volna fel alulról, gondoltam nem lesz jó ez, de azért itt erőltettem. Csak most jön egy zombi, az küldi alul ezt a bunkerbogyót. Ez megint jó lesz. Drónocska, valamit csináltál, kaptál volna el, vagy valami. Mit építettem ide? Olyan, mint egy mékos. De dizé, vaddarazsak. Én nem tudom mi ez. Mit csináltál ki? Azt hitted, hogy ebből lesz a jó dolog, de aztán... Element. Na, arra gondolt a keeper, hogy figyelj, ide kér egy platform, és lehet, hogy ide meg már, figyelj, okosba, hogy azért legyen valami kinézete is. Ide meg, ne forgassa. Ha tudnám, hogy mit látok. Így, így. És akkor itt lesz négy darab. És azokat kellene beállítani, hát remélem, hogy be fogom tudni itt. Fök upgrade-ülni. Az ecsetemet nem hozhattam volna, mert egy csufi lesz. Na. És akkor... Ezt nem tudom meforgatni jobban. Hát akkor így van, így marad. De ezt nem engedi jobban forgatni. Hát nem esik le, nem? Ez a fasza lesz, leesik. Nem esik le. 4, 2, 3, 4. Te kis lovacska, hová mégy. Basik. És akkor ezeket kellene majd beállítani, csak ugye kellene neki valami áramforrás jellegű projekt. Hát remélem bízunk benne, hogy addig... Aha, ez el tud csunnyanni. És meg föl kéne kapcsolni, ugye? De várjál, az csak hármat engedett rákötni, láttad? Óho. Az nem jó dolog, he. Úgyhogy lehet, hogy köllöd volna egy elosztó. Óh, bassza meg. Hát tudom csipkedni róla, vagy valami. Aha. Kell egy elosztó. Ezt egyet lehúzunk, ezt elosztjuk. Hát az villanyszerelők élet, ha nem csak játék és mese. Hallottál már a kopaszról? A csúf kopasz hókusz pókról. Remélem, hogy van elosztó nálam. Na, ha nem, akkor izét szívrohamot kapok. Nincs. De várja, még gondolkozzá, akkor mi kell. Föl kell kapcsolni a villanyt is. Azt meg kellene a fősteik is, jó? Hát itt le kell mennem így okosba. Meg ehes lettem. Egyéb. Ja, jó lesz az, és akkor megvilágítjuk izével. Megvilágítsuk vellanyja. Egy motort lehet még dobok be fölőre, mert lehet, hogy elkezd elfogyni. Kezd elfogyni a dolog. Ezt a vellant, ezt föl kéne kapcsolni. De miért nincsen benne? Ja, nincs benne áram, mert kihúzta a keeper. Mindjárt. Meg egy motort azt dobok be, ha fölőre is. Meg mit kell vinnünk? Egy elosztót. Nyugi van. Oké, be van kapcsolva, ugye? Meg nem baj, legalább agyusztáljuk itt ezeket a dolgokat, hogy itt történjen az esemény. 33. Basacska, basacska, basacska. Hát remélem, hogy elég lesz. Kell az elosztó. Meg kell fősték, meg kell az ecset. Hol az ecset?
Az a túlnál, ez mi? Ja. Hol van az elosztó? Itt az elosztó. Oké. Okay. És az ecset meg a túlnál, ugye? Tudul! Hol van az ecset? Ez meg ma egyébként nem is nagyon kell. Jó, ne baj, legyen csak. Elfér. Mi virágokra kölel egy kis fénybe. Nem igen nőnek. Le vannak amortizálódva. Na, meghoztuk mindent most. Föl is van kapcsolva, ugye? Úgyhogy jó világ van. Hát ez nem jó helyen van. Na, remélem, hogy jól fog világítani, vagy jól be tudom állítani őket. És akkor le tudom szedni ugye a miket, fákjákat, nem kell fákja. Ugye egy darab elosztó kell, ki kellene festenjünk azt a csúda dolgot. Igen, ezt akarom kifesteni. Úgy kellene, hogy minden részét. Azaz, így jó. Ott amúgy sincs kifestve, akkor már fessük ki. Jó, egyelőre ez legyen kifestve, mit tudom én. Okay. Egyébként akkor mindenki van, jó? Cínegem a rán! Leesik a képőr! Sipcsontja nagyon fáj! Na! Akkor várja! Azt úgy köllöd volna, hogy nem kellene itt egyből építkezni. Ész nélkül, hanem körül egy elosztó. Egy elosztó valahova ide le. Ami nem tudom hol lesz. Várj, itt akkor már föstjük ki ezt, hát hogyan néző ki. Csúfos volt. Ide valahova nem tudom, valahova egy elosztó oda gondolt a képer. Valahova oda, várj, nem látok rá rendesen. Ide, és ez nem is csúfos, ugye? Ez itt jó. Legyen kettő. Van belőle bőven, meg legalább szimmetrikusan néz ki. Jól, akkor jöhetünk most már a húzingálással. Ez ugye rá kéne látni mind a kettőre, az alosztóra is, meg a kapcsolóra is. Nem tudom, hogy ilyen távolságban működik-e, rohadtul nem. Úgyhogy ez már bánatom van. Nem tudom, hogy fogom ezt megcsinálni, bazze, hát. Mert át kell váltanom közben róla, úgyhogy ez lesz itt a... Meg leszünk idejével lőve, valahogy. Hát nem tudom az... Á, gyerekek! Nem egyszerű az élet, Vitter! Nem érek el addig. Aha, azért nem érek el. Figyelj! Aj, de jó. De jó! Jó, Istenem! Akkor kell nekem ide egy... Lajtorgya. És akkor úgy tudom megcsinálni, hogy ide felugrok. Ezt. Nem mondod, hogy még mindig nem lehet. Komolyan mondom. Micsoda idei körülményes dolga. Rácsok keresztül nem tudom elhúzni a vezetéket. És akkor lekömennem. Úgy. És akkor oda be kéne kötni. Megtörtént az esemény. Oké. Okay. És akkor itt meg bekötjük ezt a... Nem be tudok kötni négy dolgot? Egy. Kettő. Három. Négy. Az... Ó! A fasz, nem... Rendesen vakét, töcsém! Mi van? A negatív! Meg oda is kell kettő. Aztán akkor itt a jó világ van, hallod? És akkor be kéne őket lőni, nem? Jó, kamera prió, nekem az kellene. Az egyik az legyen mondjuk, hogy világítson jó le, nem? Mondjuk oda. Várja, fölülre kezdjük. Világítson oda be. Oké. Okay. Jöjjön a következő. Az egyen lejjebb világítson. Kamera prió. Az világít oda majd. Csak ugye most itt van ez a szar. Úgyhogy nem látok nagyon. Oké. Okay.
Okay. Világítson ez még lejjebb. Tehát a harmadik lyukba. Oda. Jó. És akkor egy dolog, ez még nincs bekötve, ez meg leglejjebb, vagy nem tudom. Nem akarom kikapcsolni. Oké, okay. És akkor ez meg világítson marhára le. Oda. Már egyes, kettes, hármas, és ez meg le. Oda. Nagyon tökéletes. Gyerekek, a világszerelők gyöngye lettünk. És akkor csinálok majd azt is, hogy oda. Úristen, ennek milyen féje van ezeknek a refiknek. És hogy az egészet hallod, egy hófehér féje, Jézus. Mert ugye minden egy máshol világít. Hát mondjuk ott a talpára rá. De szerintem azon a talpára világít. Ez úgy van megoldva. Nem blokkolja. Oda né. Jézus, úristen. Sőt, gyerekek, hát ez kell ide is, meg kell oda is, meg kell mondjuk oda is, és akkor a világít az egész. Inkább szó messziről. Azért itt valami történt, nem gyerekek? Egy kicsit úgy gondolom, hogy az anyja úristenét. Nagyon brutális lett, gyerekek. Tudjátok, mire ide kellene négy oszlop, és akkor rávinden egyre egy, és akkor így ilyen monumentál. Brutál monumentál lett, de érted, hogy mondom, hogy ide csinálnánk négy olyan oszlopot, körülbelül mondjuk ide, így, ugye pont átlóva, és akkor így megvilágítani mind a négy oldalról. Szerintem az feltétlenül kell, azért a megalomániánkat próbáljuk meg 100%-ig kimaxolni akkor, de viszont ide akkor kellene alulra egy generator, hogy ne az legyen, hogy mit tudom én, honnan kell elhúzni az áramot. És az generatort, ezt már tudom is, hogy hogy fogjuk megoldani. Úgy gyerekek, várja, megnézem, hogy mit látok én innen. Mi van? Mi a fasz? Ez több, mint brutális, gyerekek. Ja, oké. Okay. Ez a két fákja, ami itt van fölöttünk, szerintem egyébként lehet, hogy annyira nem is kellene. Mert ez akkora fénycsap, hogy fölfele is ide fölver. Úgyhogy ezt a két fákját, ezt... Na. A két fákját, ezt próbálom kivenni. Hát ez nem kell más, gyerekek. Hát nézd meg is, meg ráadásul van egy ilyen nagyon-nagyon high-tech feelingje az egésznek. Ja, kivilágítjuk az egész külsejét. Úgyhogy kellene még csinálni ebből. Ebből a spotlightból. Néhány darabot. Viszont kell nekünk duct tape, meg az elektronik parcunk, ennyire leizetünk. Ennyire nincs. Maria? Nincs bassz, ez nincs elektronik parcunk. Úgyhogy kell. Kell elektronik parc. El kell mennünk. Még 15 óra van, úgyhogy még egy pár autót szét kell kapni. És akkor kivilágítjuk alulról az egészet. Tehát azért tényleg egy ilyen full monumentál cucc legyen az egész. Bázisuk akkor már. Nagyon jól néz ki egyébként, hogy ki van világítva, nem? Ez nekem nagyon adja. Hoztam mindent, ugye mondjuk tele vagyok minden szemette, úgyhogy egy picit, amik annyira nem fontosak. Három darab elektronik parcom maradt. Ez nagyon bánatos vagyok emiatt. A motorban lesznek a dolgok? El ne felejts, Keeper, mert különben nagy baj lesz itt ebből. Na, arra el kell mennem, mert meg akar néznem az előről ezt az egészet, hogy ez tényleg ennyire hülye a Keeper. De most képzeljétek el, éjszaka mi lesz ebből, hallod? Ez nekem nagyon bejövős, hallod, hogy így? Ilyen jól kis sikerült kivilágítani. Tényleg kell mind a négy oldalra, hallod, ilyen refi. Így körülbelül így föl, és akkor egy ilyen... Marha jól fog kinézni. Á, nagyon jó. Ennek a hatalmas jó fénye van. De lehet, hogy kell csinálnunk kizét, kell szereznünk még ilyen elektronik parcot, mert ebből van a legkövesebb. Az összes autót, ami létezik, szétkapjuk. Mondtam én, hogy ebben máma ez lesz, úgyhogy készüljetek föl. Na, már ott volt is egy elektronik parc.
Közben meg lesz a kocsi, majd ilyen gameplayre. Egyébként tök ilyenre gondoltam, hogy én kis le az a kraftolás, ez egy haladási legyen, nem tökölési. Mondom, már 12 elektronik parts, mennyi kell hozzá? Azon bejelölve? 12 kell egyhez, úgyhogy 3, 4, ja, kellene nekünk egy ilyen, nem tudom mennyi, 48 darab legyen. 48 elektronik parcig megyünk, jó? Elektronikig. Ott meg ingyen izé van, disznószal. 48-ig megyünk, azt mondtam. És 19 van. Jó, lesz számít, ne aggódjatok. Már 20. Így a fele megvan, 21. Ott meg ott van a... Köcsém, a... Csávót. Olyat csináltam vele. Ja, kocsit. Pihengetett. A kocsit megüzéltem, szétszedtem mellette, azért azt tudok valamit, nem? Ott volt egy autó, de jól van. Menjünk erre. De itt az úton csak lesz, vagy valami. Nem erre, de viszont lehet, hogy erre jöttünk. Úgyhogy itt akkor nem igen lesz. Ott egy a kocsi. Kocsi. Tamagocsi. Visszamegyünk, itt van egy ilyen... Ez ilyen tipikus kisvárosi ilyen... zsákutca, vagy ilyen forduló, nem? Ilyen amerikai kisváros. Ott is volt egy elektronik parc. A jobb gomba mit csinál? Hát ezt nem számított több erre, hogy odaver. Na van 25. Úgyhogy már fele megvan. Azt meg lehet rugatni kanyarba. Hallod? Ez halál komolyan meg lehet rugatni kanyarba. Ezt nem is vettem észre. Figyeld. Lassan mész. Hogyha nyomsz egy kövérgázt, ilyen shifteset, akkor megrúg. Mindjárt jönnek az millió zombi. Nem jöttek, mert... Mondjuk megnézhettem volna, mi van benne, mi? Itt meg mi ez? Oda? Azt nem is tudtam, hogy így meg lehet rugatni. Lehet nyomni egy ilyen Mad Max-et. Akkor fönt a bázisomnál is tudom majd ezt csinálni. Jó, meg lesz a kocsi, gyerekek. 9 világítva az egész. Ketszó, becó. Hát tudod, és akkor tudsz egy ilyen medmegyzőt, egy ilyen fordulót csinálni, akár egy helybe is. Az tök jó. Ezt nem ismertem, ezt a feature-t. My senses have picked up something. Jó. Jön a rendőr a izé, kocsiája. Mi volt? Nem voltak, gyengék voltatok kicsit. Valaki még rúgja a port, szerintem már jár. Nincs be semmi. Ott mászik egy hülye. Na, mennyi az? 39, még kellene 7. Minimum. Én már nem tudja... Megint szintet léptünk, ez is adja a szintet, mint az állatot. Meg egy jó aksi volt. De annyi jó aksim van, hogy Dunát tudok vele rekeszteni, szóval annyi baj legyen. És tényleg minden körforgalomnál van egy rendőrautó, ez mondjuk elég mókás. 75-ös a izé, kocsi skillem. 100-nál tudok ugye csinálni mi azt. Azt. A rendőr kutya megérkezett.
Oh, rindúr kutya. Figyelj. Kemények leszünk, nem köl ilyen. Ezt leszkröpöljük. Leszkröpöljük. Mi a szór, az a sok cement? Fú, de sok cuccunk lett megint. A keeper. Hogyha rossz leszel, megint. Megint, megint. A keeper, hogyha rossz leszel, megint, megint. Micsoda poér, halmazok vannak itt. Gyerekek, annyi, ott van a izé. Ne vicc. Ezt is leszkrepelem, nem kell nekem cső. Cső, csumi, cső tészta. Egyébként elmondom nektek, hogy már 200 darab ilyen motorom lett. Régebben ezt nem annyira adta. Senki nem tudja szórakni ezeket a short pipe ironokat. Annyi mi az? Jó, táska. A retikül kiugrott. 51 darab van, menjünk haza a rákba, rep, gyerekek. Már csak elég lesz. 16 óra van, hát te figyeljétek, amelyet megszed. Látod? Ilyet tud lehet csinálni. Na! Verjük neki, mint az őrület. Azt megcsináljuk, akkor hány darabot? Nem is kell róla annyi, mert igazából egy van, és ugye hármat. Nem baj, hogyha több az alkatrész, úgyhogy nem kell aggódni. Minden szuper lesz. Új, imádom egyébként, ezt komolyan mondom, amikor már ilyen... Nem azt mondom, hogy ilyen nagyon easy peasy a játék, hanem így... Haladósan tudsz benne érvényesülni, azt ugye szereti a kipöri. Kik a világítani, az az igazság. Éjszaka már izé legyen itt, fényár gyerekek. Diszkó fények legyenek. Kolompár Démon Will írta, hogy a megcsinálhatnám a tornyot, ami ilyen iszonyat magas. Te az mit villog? Villogod te? Tényleg ilyen villogóra kellene rakni. Ilyen villogózna. Meg ilyen nagy izé, diszkófények, azok kölelének nekem. Nem láttam nagyon nyomni neki, mert tudtam, hogy földakadok. Sárgán köl menni, zombie land. Ja, meg izé, Norvég írta, hogy ezelőtt is az M-meccseztem el. Úgyhogy ja. Legalább konzisztensen rontom el a dolgokat. Megint egy kazal cuccunk lett, itt meg kéne mahinálni itt a dolgokat. Hogy gyűjjön az acél. Tessék, meg is van, úgyhogy ez kisül, aztán már meg is van a kocsira való. Egy kocsira való cuccunk. Spotlighthoz mi hiányzik? Trökköljük már meg a spotlightot, mi van? Ha miért nem akarja trökkölni? Ja, tökköli. Ja, izzel kellene hozzá a gyerekek. Ami megint nincsen. Ó, a szeme álljon meg, bazza, itt a készítőknek, hogy én nekem állandóan nyüglődni kell mindenne, hogy legyen. És mit csinálok itt? Pedig volt valami még, amit ki akartam rakni. Ilyen gurgula izé cucc. De hova tűnt? Jó van. Sörétes lőszer. Ez is honnan szalajtották? Fogalmam sincs, hogy hol lett az nekem. Mi van itt? Motor. Gyerekek, millió motor van. Egyébként most már az se zavar, megint ez a hülye ambient van. Az se zavar. Nem a francot, nem a borsozik a hátamon szőr tőle. Olyan. Ja, így figyeljetek, még ide is fölvilágítanak azok a lámpák. Brutális. Meg kellene csinálni a vaszpordom. Ezt a hacacárét. De várjál. Ki kéne pakolni, mert megint annyi kacatom van, hogy ezt egyszerűen föl nem tudom dolgozni. De tényleg ilyen random. Á, ezt igen, ezt akartam egyébként kirakni. Az inekciós tűt. Oké, kellene nekem három lámpa, csak az a baj, akkor kellene nekem, mindig elfelejtem, hogy mikről. Dock tépe. Szerintem, tudom ám, hogy miből kell, csak hülyeskedtem. Rengeteg cloud fragment, és kellene szürvetlen craftból nekem ilyen. Azaz, hát akkor már tudja is csinálni a keeper. 29 darab volt. Ja. Oké. Okay. Meg nekem kellene, az lehet, hogy a kocsiban maradt, vagy a motorban, abba raktam ki. Igen. Ez. És akkor ezzel mehetnénk is le. Jó. Ugye? Megvan minden, szuper. És akkor fel kellene építeni azokat a platformokat,
amire fölkerülnek ezek a dolgok, meg még ráadásul lehet, hogy az augert is el kellene vinnem, van nálunk üzem, vagy van? Az augert el kéne vinnem, mert lehet, hogy ott kellene valamit alkotni, mert nekem úgy nem tetszenek dolgok. Úgyhogy augert is viszünk. Még jó, hogy annyi van, hogy durát lehet vele rekeszteli az augerekkel. Jó, megcsináljuk mindent, nem lesz hiteg probléma. A keeper csinálja ezt a spotlightot. Hát három darabot, mert egy var igazából, és akkor az nem legyen olyan sok. Na, menjünk le. Megvan mindenünk? Füsték, füsték is kellene. Meg ecset is kellene. Az ecsetet szerintem kiraktam oda. A szelvetlenben meg van füsték. Ezer. 1000 liter füsték elég lesz egy darabig, meg szerintem ide raktam az ecsetet. Hogy tudja a keeper? Borzalmas, hallod. Fel vagyok készülve. Na. Ugri-bugri, kis nyulacska. Most már megyünk is. Na, ide kellene nekem, akkor legalább, nem tudom, hogy hova. 5, 2, 3, 4. Szerintem ide lenne jó. Valami. Ilyen valami platform, amibre felraknám a tetejére őket. De figyeljetek, ez nagyon snosz lenne, nem? Hogy legyen az alja kocka. Hogy még bonyolultabb legyen, és akkor 1, 2, 3 legyen közte. 1, 2, várjál. Azt mondja, hogy az a baj, már nem rakja oda. 1, igen, és 2. És akkor 3 közte, és akkor ide jön, ugye? Ezek jönjenek föl. 1, 2, 3. És akkor minden egyénél ezt megcsináljuk. És akkor a felsőbb részek azok meg nem tudom, hengerek lesznek. 1, 2, 3. És akkor a negyedikre így jöhet, ugye? Egy vonalba, természetesen. Fú, az olyan fényár lesz itt. 1, 2, 3. Negyedikre jöhet. Oké? Okay? És akkor kellene nekem izé hangerbanger. Hangerbanger. Na, itt aztán találd meg megint. Ez lesz az. Mégis egyen jobban néz ki, nem? Lehet, hogy egy elég, mert akkor... Meglássuk gyerekek. Az. És arra gondoltam, hogy a generátort, azt lehet, hogy azért hoztam az augát, hogy ide be kéne építenem valahova. Mondjuk ide. Mondjuk ide. Ennyi volt. Ide rakjuk a generátort. Nem hoztad le a generátort, fogadjuk meg. Ah, hülye voltál azért. Nem baj, semmi van. No probléma, még vegyük fel úgyis. Nem kell messze menni. Mit nem hoztunk? Fát se hoztunk. Jó, generátor és fa kellene. És várjál, ezeket már akkor felrakom. Mondjuk fát, ezt megoldom. Na mindjárt... Mondjuk se a keeper, hogy ezt... Skröpöl egyet. Nem, ilyen sokat nem, mert akkor egy évig itt skröpöljük. Nem kell sok fa. Ennyi fa elég lesz. 15 másodpercig. Na, és akkor ezt föl upgrade-elgetjük. Meg lehet, hogy még egy-két fát majd, hogyha először az első adag elkészült. Így, és akkor mégis van fák már egyből. Mert tudjátok, a fánk az finom. Ezek a tetejére fölcsesszük, és igen, ott lesz a generator. Nem tudom, berakok valami rácsot rá, hogy akkor be tudjam kapcsolni, ne tudják szétverni. Mondjuk ez lehet, hogy mindig fog menni. Ja, valami olyasmi. Mi kellene nekünk? Le kéne festenünk, és igazából lehozzuk a generatort, aztán jó lesz meg a... ne így fősed be az ember, megőrülök, hát itt 100 évig se etart így. Ja, így jó lesz szerintem, tetszik a konstrukció. A kis világítás, ez kell egy kis világítás a keepernek ide. A tetejét, azt is lefesti, jó van. Jó van. Le kell hozni a generatort.
Ja, meg ki kell festeni mindenképp csikosra. Akkor már főleg, hogyha ki van világítva, meg egy csomó helyen el van hagyva a festés. Gameplay-en kívül ígértem, aztán annyi lett belőle, hogy se bibi. Akkor mi kell nekünk? Generator, motorok, ugye? Szóval a szervetlen craftból raktunk a generátort. Most tényleg hova raktam? Ezt annyira nem látom, meg nem áll rá a szemem erre a generátorra. Nem ide raktam? Jó, motor az nem hozok, mert van nálam egy... Hol a pressure-ben van az a generátor, gyerekek? És ezt komolyan nem látom? Elhoztam magam, beleraktam a motorba. A büdös rohadt életben. Nem látom. Na várjál, itt viszont kell még ekecsőnünk. 316, még 54 készül, jó. Akkor még gyorsan mit kellene csinálni? Gondolkodál, keeper, ne legyél buta. Gondolkodál. Hát esküszöm, azt hittem, hogy ide raktam, de mi a szervesbe beleraktam. Öcsém, azért, keeper azért nem vagy eszedné. Viszont ez a három lámpa, úgyis kellett volna, a üzemanyag az van nálunk, motor van nálunk, izé van nálunk, csatlakozó van nálunk, kapcsoló van nálunk, rács kell, kettő rács kell, és akkor berakjuk a generátort mögé, és az egyik oldalt lesz a kapcsoló, és onnan fogjuk kihúzni a dolgokat. Remélem, hogy elég lesz a kábelezés. Na, majd mindjárt kiderül. Talán minden van nálam, bár biztos nem lesz. Akkor ezt ugye, ide kellene felcsettinteni ezt a négy darab lámpekút. Csak ez nem lesz olyan egyszerű, mert mindig sose egyszerű semmi se. Minden, mindig izé szívni kell egy gyerekek. Ilyet körül ide rakni, aztán akkor utána ilyet. Hát azért az, ez azért, azért több lesz, mint perfect, én érzem. De tényleg durva lesz. Ez tényleg durva lesz. Csak várjatok, arra figyeljünk, hogy szerintem ez már rohadtul messze van. Tehát ne kelljen még egyszer fölvenni. Ne kelljen nekem ide hízni clay... Nem clay-t, hanem claim stone-t lerakni. Oda nézze, tessék. És ezt gondoltam bazza, hogy biztos nem lesz lefőstve a teteje valamelyiknek. Hát ez be is igazolódott. Azért a megalománia az kiütközik keményen, nem? Oda nézzél, itt meg föl sincs upgrade-elve. Nemhogy lefüstve. És megint ezt azért ez elfelejti mindig, hogy mit szeretnék? Okay. Ezzel is így el lehet dolgozgatni. Oké, okay, és akkor az a lényeg, hogy én úgy gondoltam, hogy mindjárt meglássátok, hogy ide beraktunk egy generátort, és ide mellé berakunk egy kapcsolót. És dobunk egy rácsot mind a kettőre, és akkor azért kapcsolni tudom, de mégis védve vannak, érted? Érted? Úgy, és akkor ide bedobjuk mondjuk a generátort. Úgy, berakjuk a... Jajjajjajjajj! Legalább tudjuk, hogy föl lehet venni. Berakunk motorokat, ugye nem kell sok. Elég lesz, elég lesz egy motor is, és igazából akkor nem eszik sokat. És akkor refull. Kellene egy kapcsoló. Így. És meg kell próbálni, hogy rácson keresztül én tudom-e ezeket üzemeltetni. Ez lenne még a fontos. Pontos, pontos. Ezt most miért nem engedi ide rakni? Ne, leesett. Várja, úgy engedi, hogyha... Így, aha, de ez még egy busz, butár néz ki. Buszár néz ki. Mindjárt megoldom ám. Semmi gond, gyerekek, csak egy kicsit, egyel tovább tart. Csináljuk azt, hogy rakunk ide lapot. Sőt, nem is kell, de jó lesz az alap.
Csak nem lesz elég fa. Úgyhogy kröpődik. jó, nem, más se tudom, mit csinálok egyébként néha. Azt gondolom, hogy észre is vettétek. Ki kell próbálni, hogy rácson keresztül ez működni fog-e. Ó, te Isten. Hogy ezt még forgasd is el. Tudom, hogy működtetni. De ahhoz fel kell egyet upgrade-elnem, mert így nem fog jó lenni. Bezzel nem hiszed el, hogy nem tudod. Nem tudod működtetni, Jani. Hallod? Én már mindjárt bózogyom. Jó, mindegy. Talán nem verik szét az obbik. Imádkozzunk, jó. Nem tud rácsok keresztül. Ezt már felupgrade-elem csak azért, hogy lehet, hogy egyel távolabb tartja az zombikat. Fel kellett volna raknom a izét is a falra. Mert ugye föl lehet. Mindjárt fölrakom a falra. Nem tudom, fölveszi-e, lehet, hogy ne. Ha igen, ez, mondom, motor meg benne volt. Mondom, akkor ezt hogy fog megoldódni. De érdekes, hogy csak izét rakott bele, láttátok? Na és akkor a generator föl lesz a falon. Refuel, ja, 1000, oké. Okay. És akkor egy motor elég. Jó. Ugye ezt kifestem. Mondjuk ilyenre. Fasza. Itt talán nem érik el a zombik, meg nem kezdik elütni, vagy ilyesmi. Akkor valószínűleg nem fog elérni eddig. De mindjárt megpróbáljuk, remélem a metszőollót elhoztam. Elhoztuk a metszőollót. És ugye innen elkötjük ide. De ez... Nem lesz jó, mert ugye nem lehet égyet rákötni, várjál már. Úgyhogy itt olyan rácsesztünk, hanem azt ki kell valahogy akkumulálni. Ja, nem egyszerű. Mondjátok, hogy a... Nem hagytam ott, nem. Bazzem, villanyszerelek. Villanyszerelek ebbe a játékba, de jó nekem. Nagyon komoly. 2 veg van. Ezt már nem akartam. Jó. Ja, lehet tovább húzni is tőle, úgyhogy lehet, hogy a másik oldalt úgy fogjuk csinálni. Ezt be kéne kapcsolni. Ezt meg föl. És akkor ezeket meg be kéne állítani. Mondjuk szerintem így, nem? Így. Jó, felvilágítson, de lehet, hogy ez kicsit sok. Ugye meg ránézünk. Lehet, hogy így kéne. Nem, szerintem az előbb jobb volt. Egyébként a kapcsolóra is kellett volna egy erővel, mert ugye, várjátok, úgy célozzuk meg, hogy oda. És az összeset oda kellene. Menjünk, gyorsan! Úristen, hogy fog kérdezni, fényárba lesz. De egyébként még raknék ilyet, úgyhogy lehet, hogy majd fogunk craftolni. Most alapanyagunk amúgy sem nagyon van. De lehet, hogy még fogunk. Igen, és akkor jó fel, oda. Ez az. Nagyon jó. És ugye kábelek nem látszanak. Azt a bőtjár. Hát az igen. Az igen. És akkor itt ez meg szépen elkötjük egy darab motorral. Ez egyáltalán nem sok. Itt meg valahogy úgy kellene, hogy... Leosztjuk. Leosztjuk ezzel, egy ilyennel. Onnan. A kapcsolótól. Valamit nem jól csináltam, jaj. És most már jó. A motor kapcsolótól leosztjuk. Ugye már csak egy kábel tudunk, hogy is ráhozni, oda. És akkor ettől a
cuclicol, megpróbáljuk elhúzni teljesen, de lehet, hogy az, igen, azt így nem engedi, úgyhogy megint kell a falra, de a falon, az hol volt? A harmadik kör így. Így, így. Legyen valamilyen szimmetria. Perfect. Meg figyeljetek, majd föltöltögetem az üzemanyaggal, szóval hadd menjen. Később ki lehetne váltani ugye napelemekkel, akkor ugye nem kell üzemanyag se. De például ez az alsó, hogy itt elpötyög, ez egyáltalán nem veszélyes. Ugye beállítjuk ám ezt is. Hú, bassz, nem jó raktam le ezt, hallod? Ezt nagyon bízom benne, hogy föl tudom menni, mert nem jó raktam le. Föl tudom menni, jaj, de jó. Nem jó raktam le, basszus. Nem előre néz. El kell fordítani, vagy nem tudom. Nem is gondoltam, hogy ez így működik. Lehet, hogy még a következőt se jó raktam le. Most akkor megint izét kell csinálni. Várja, ide nem tudok felugrani erre. De jó, föl tudok. Na. És akkor az a lényeg, hogy... Ma alapba nézzem valamire arra. Mert különben nem annyira akar működni. Nem tud elfordítani annyira. Megfelelőképpen. Na most már barátibb. Töki, töki, tökéletes töki. Meg egyébként fölülről lehetne még lefele, azt akkor tényleg ilyen epic ki lenne világítva. Ez is tudja, hogy nem fogom tudni elfordítani, de figyeld. A hülye volt, mert rosszul raktam le, igen. Nem tudott teljesen forgatni. Ó, gyerekek, hát komolyan mondom, miket itt bűvel a keeper. Kíváncsi vagyok, hogy éjszaka milyen lesz, meg hogy milyen messziről látni, meg ilyesmi. Na, itt nem tudok felugrani valamire, erre a vas kotlára. Jaj, de jó, hogy fel tudok. És már is. Barátibb a helyzet. Bocs, egyébként eddig eltökölök, hát semmilyen körülmények között azért egy ilyen fontos műveletsort nem szerettem volna gameplayen kívül csinálni. Azt hiszem, hogy meg vagyunk. Viszont az a felső sokkal durvább a világít. Lehetne egyébként olyan, hogy még ide is, és akkor a közel-középső torony. Még négyet, és akkor a középső rész az ilyen epic világítás lenne. Ja, ezt ki akarom most így. Na, mindjárt sötét lesz. Túl vagyunk terhelve, bassz. Fú, hát az annyit dobott rajta az a felső légyfény, az brutális. Egyébként oda belülre lehetne még különböző ilyen refiket, és tök még világítani belülről is. Mondjuk így átlósan, ugye. Mondjuk 2-2-2-2-2, 8 darab refli, az belülről megvilágítaná meg ezt az egész hobbelevancot, az úgy nagyon durván néz neki. Szerintem, de egyébként ez is már jó. Ez is jó. Hát ez igen, megalománia. Ez nagyon kiütközött most. Sikerült megoldanunk itt a megalomán dolgainkat. Hát ezt meg remélem, hogy nem bántják, viszont... Ez ilyen nagyon minimál teszik ám. Figyelj, hármat evett. Három litert ennyi idő alatt, 1000-ből. Meg ugye körülbelül iszonyat mennyiségű üzemanyagot tudsz szerezni, mivel kb. Mindig azt ad. Tírhatósnál választhatsz 5000 üzemanyagot. Naponta kettőt megcsinálunk, 10000 üzemanyag, ha akarod. És ez nem eszik meg annyit. Nem tudom, most egész nap toltuk neki. Be volt a kapcsoló itt minden fogyasztó. Ugye ezen nagyon sok van, 90 wattnyi. Megettünk 100-230 üzemanyagot ugye. És akkor nyomsz egy refult, aztán Isten áldjon. Úgyhogy tök jó. És van egy kulturált világításunk. Meg egyébként volt nekünk még ugye ilyen fényünk. Várja, hát bazze, el is felejtettem, hogy még mit akarok. Hát az autót már meg kéne csinálnunk, nem? Itt meg még azt hiszem, hogy volt nekem még vasam is. Az meg menjen már olvasztásra. Na gyerekek, akkor 4x4. Holnap lehet, hogy foglalkozunk egyébként már a csapdákkal. 4x4.
Ez kell nekem. Ez azt hiszem, hogy van, ugye? Jó, és akkor... Nem elég még mindig a izé? Duct tape-öm? Hát az hogy az anyja úristenébe van? Szőrves cuccok? Van még rongyom, hát akkor csináljunk még duct tape-et. Hány kell ehhez még? Ehhez kell még 9 darab. Csak 15-öt. Jó. És akkor megcsináljuk ezt. Kellene akkor kiszedni az alapanyagokat. Innen kell nekem. Nehogy már azt mondta, hogy kell electronic parts csomó vég. Nem, oj, megőrülök bazze ettől. Kell electronic parts, az megint már nincsen. Nem áll, nem áll, nem áll, nem áll. Még nem fér sehova semmi már. Oh, meg kell mennem bazze. Gyereke, komolyabb mondom, de a tököm nem sül el. Csak megint ki kell pakolnom, mert annyi minden kocat esik egyébként. Ott van 12 kő, a fa. Ezek már nem kellenek talán. Egyébként az valami, hát de világos. És tök jó, hogy dereng ilyen zölden. Ugye az azért tök jó, mert hogyha le van kapcsolva, akkor is a izéket megtalálod. És ez ennek, ilyen ez várja, az mi történt? Ez sorba van ködve valamivel? Ja, lehet, hogy sorba van ködve. És ezt külön nem tudod kapcsolgatni. Aha, de nem baj. Jó, csináljuk inkább dolgokat, ne csak tökörészek, mert így nem lesz előlünk semmi. Ezeket le kéne scrappelni, mert... Ja, remélem, hogy nem kell. Várja, nem kell? Ajajajaj, várja. Inkább nem, mert lehet, hogy kell a kocsihoz, de ezt talán nem. De mondjuk úgy, hogy menjünk biztosra. Na, itt aztán van ám minden bazze. Jó, egy-két motort meg ilyet kirakok ide, mert... Uff, gyerek. Nem tudom elképzelni. Nem, egyszer nem férünk el már. Egyszerűen... Egyszer nem férünk el. El kell vennem, mindenképp. Bocs, az fakereszt, de el kell vennem. Na, megpróbáljuk itt megfordítani a verdát izébe. Ja, nincs, itt nincs elég hely neki. Meg ezeket a köveket, amiket így meglövök, lehet, hogy meg kéne nézni. Mert lehet, hogy be fogom törni őket. Remélem az autó befér ide. Vagy kifér, lehetőleg. Kíváncsi vagyok arra is, verdára. Na, el kell menni már, az megír izét. Mennyit kell? 9, 10, ja, 9 darabot össze kell kapnunk. Úgyhogy bocs, gyerekek, de 9 darab elektronik alkatrészkvég kell. Hát nagyon bízom benne, hogy már nem kell több. Lehet, hogy meg is kellene nézni, hogy a 4x4-eshez. 4x4 truckhoz már nem kös több. Úgyhogy akkor csak a kerekek kellenek meg egy-két dolog, úgyhogy jól van, jó? Bocs, ez tényleg. Elektronik parchoz legyen, a mechanikus van otthon. Mindjárt meg lesz. Mindjárt meg lesz, gyerekek! Még 6. Még 5. Jó, még 4. Hát nem marad egy kocsis a környékre, az fúzziát. Lehet, hogy egyébként lehetne másból is kigyerni, nem tudom. Biztos írjátok, vagy így. Lehet, hogy hülye vagyok. Sőt, nagy rá az esély, de nem tudom, hogy honnan lehet. Ó, oh, javítókészlet. Ez a ruha, az jót tesz azért a lootnak. Ugye? Na, még egy darab. Ezt vegyünk is hozzá, nem tökölünk. Jó, ezt már kiszedem, aztán megyünk haza, jó? Legalább meglátjuk ilyen fél homályba a bázisunkat, vagy hogy virít. Oké, megvan. Nyugodj el meg, öreg atyám. Éppen izé, akcióba vagyok. Hol kell fordulnom még egy odébb? Rendesen ismerem a környéket már, komolyan. Tényleg, tök durva.
Messziről oda majd nem látszanak ezek a lámpafények. Nem gyúlnak ki, de hogyha közelebb érsz, akkor igen. Hát ugye, töltönnie kell be a dolgoknak. De miért zöld az, az? Hát azért ez epic jól néz ki. Nekem nagyon tetszik. Meg tök jó, hogy van fény. Ma azért is megérte. Na, itt viszont még szerintem kell néhány a cél, úgyhogy, meg amúgy is kell a cél, úgyhogy csináljunk a célt. Mechanic partom az szerintem van. Bízzunk benne. Ma 312. Szerves craftból kellene nekem bőr, megvan. És akkor kellene 5 darab acél még, és akkor meg is vagyunk gyerekek. És akkor így meg tudjuk csinálni a kaszniát a vördánknak. Az jó lesz. Még 3 darab. És többi alkatrész az meg is van, szóval össze tudjuk rakni. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog üzemelni, mennyire jó az a Verda. Egyébként autó modokat, lehet, hogy jármű modokat kellene készítenem, vagy pedig vennem, hogy fullosak legyenek a járművek, hogy ne csak az legyen, hogy mit tudom, gyorsan megy. Ugye van egy mod ebbe, például a motorba, de még pakolhatnék bele, hogy kevesebb üzemanyagot tegyen, meg mindenféle dolog, ugye. Na, akkor kasznit lekraftoljuk, és akkor közben össze is szedjük azokat az alkatrészeket, ami kell nekünk. 4 darab kerék. Jó legyen itt. A kasznit most csináljuk. Van accessories. Oké. Okay. Motor nálunk van. Kell egy nagyon jó, egy 6-os aksi mondjuk. Nem tudom, mennyire befolyásolja. És ugye a kasznit most kraftoljuk, és meg is van a kocsi. Úgyhogy a kocsi az tökéletesen jó lesz. Tök jó, nekem tetszik egyébként ez a világítás. Ez mi a fasz? Ez miért piros? Ez miért kék? Ezek meg miért zöldek? Ha? És valaki mondja már meg, mi a pöcsöm van ezekkel? Ez a mi történt, gyerekek? Piros, zöld, kék, meg mindenféle színekben itt pompáznak. Ez egyébként, ez a legbrutálisabb, ez gyerekek. Ez? Hát a szemüket kiviszi be azzal. Hát rendesen leégnek a zombik, amire fölérnek. Lebarnulnak. Brutális. De van nekem még egyébként nagyon jó lámpecskú, azt hiszem a szervetlen craftba szórtam be, ugye ez, meg ez is. Ennek tök barom nagy fénye van, de nem nagyon illik sehova, azért nem raktam fel. Ez meg már igazából nagyon elavult. Úgyhogy kicsit bánom is, hogy megvettem. Ezt viszont le akarom rakni, mert meg akarom nézni, hogy mi, hogyan működik. Mert ezt például nem is értem. Ezt nem tudom, ezt tényleg nem tudom, ezt le kéne raknom, ezt lehet, hogy aksikba gyűjteni. Várjál, nézzük egy interaktivációt, igen, ilyenek kellenek hozzá, aha. És ott van, hogy mennyit termel, és akkor hogyha ezek benne vannak, akkor konkrétan ki tudnád váltani egy, mondjuk ezt ugye. És akkor ez ingyen lenne. Ez viszont ez egy atom jó dolog, nem? Solar bank, nézzük már meg a Solar. Semmi. Az jó. Akkor ezeket nem lehet craftolni? Hát ezeket akkor nem lehet craftolni. Mit akartunk még megnézni? A vehicle modokat. Hát akkor ezt nem itt találjuk. Nem tudom, hogy milyenek vannak. Aha. Nagy tank mod. És igazából ez se kell nagyon sok cucc. Ez is tök jó. Robotic drone, oké, okay, az van. Ha, a tank mód az szerintem nem rossz. Uh-huh. Ülés. Annyi, hogy most szerintem multiba. Itt van az izé. Jármű, több üzemanyag tank, ez is egy üzemanyag tank konkrétan. Itt a supercharger mód, ezt mindenképp kell csinálni. Való, jó, a supercharger, mi ez? Ez meg a nem annyira zabálja az üzemanyagot.
Jó, ezek jó cuccok, ezek nagyon jó cuccok, viszont most nekem már a 4x4-es truckot kell csinálni, és ezt mindenképpen kipróbáljuk. Uf, ez nagyon Mad Max. 3 perc alatt meg is fogja csinálni. Viszont én rá is megyek, hogy a Supercharger. Supercharger. Super. Nem oda, ja, super. Diszlexia nagyon durva dolog. Csak hülyéskedek egyébként. Forget steel kell. És akkor ez már... ja, meg cső. A cső. Csövet lehet, hogy elizéltem, játszottam. Lehet, hogy nincs itt darab se. De van. Oké, és akkor csinálunk Supercharger modot ebbe. Craft. Oké. Meg... izé. Mod. Ez melyik motorhoz? Ja, ez Augerhez. Auger és motor, még jó, hogy nem vettem meg, de ez a vehicle. És ezt meg is tudom csinálni, úgyhogy craft. Meg, akkor mit érdemes még? Mit beszéltünk? Hogy kevesebbet egyenek. Mondjuk az leginkább leszarom, hogy mennyit esznek, megmondom őszintén. Aha. És ezt nem tudom megcsinálni. Jó, van, annyi baj legyen. Jó, gyerekek, figyelj, 2 modot meg is csinálunk hozzá. Nagyobb üzemanyagtank. Ezt meglássuk, apám. Kilőttük a holdra. De itt a szemem, bazen rendesen vakít, a szemem kifolyik, hallod. Azt a nagyon durva hallod. De egyébként marha high-tech lett az egész. Megnézem ezeket, és ezeket el kéne pakolni, mert nagyon zavaró, hogy ezek itt hevenésznek. Úgyhogy ezeket ide betávasztom, vagy nem tudom, mit csinálok velük. A beceklit azt ide távasszuk. Mondjuk. Arra lőjé, hogyha dőlsz. Valami hötyögött. Egyébként tök fura, már néhol meg ilyen tök sötét. Jaj, a fáklyákat nem vettem le. Fufufu. Ez brutál. Na, egyébként szirénát szerelhették föl még. Azt szerintem az nagyon adná. Tudod, hogy úgy csinálnám, hogy ilyen érzékelővel, és akkor sziréna. Csak ordít van akkor, amikor izé. Azt még föl kellene, az nagyon adná. Hogyha jön valami, akkor mint az állat itt a nyerétere. Mondjuk azt nagyobb bírnám. Na nézzük, hogy mi van itt. 30 másodperc. Azt megnézem, gyerekek, a sziréna az nagyon adná. Speaker kellene, meg akkor ez kellene hozzá szerintem. És ez nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy lenne. Kellene egy-kettő speaker. Úristen, ez nagyon jó. Figyelj, ide felrakod. 2 speakert. És akkor várjál, hogy kellene? Hogy? Az érzékelő. Ezt gondolom be kell kötni, és akkor annyi az egész. Csak az érzékelő az jó lenne, ha valamennyire lejjebb lenne. Ilyet ezt le kéne vinnem, meg föl kéne építenem magamnak, hogy akkor valahol olyan helyre rakjam. Hú, azért itt elkezdene az ordítani. Várjátok, ezt bekötöm, csak úgy kíváncsiságból. Meg milyen hangja van? Az anyámban van már megint, bazza, túlok. Metszőolló, ez a metszőolló őrít meg egyszer. Mert elvileg, hogyha ezt lekapcsolom, és ezt bekötöm, ha fölkapcsolom, akkor ordít, nem? Hát ez egy marha jó cucc lesz. Ezt már érzem. És hallod? Jönnek a zombik, ordít. És ezt úgy kell megcsinálni, hogy az érzékelőt valahol lerakom. Hogy már érezzék akkor, amikor ez úgy lesz, gyerekek, ez nagyon jó lesz.
Ezt már most látom. Az a lényeg, hogy el kell húznom majd a vezetéket. Mondom, ezzel. Na jaj. Jó. És lehet, hogy rakok több érzékelőt. Na várjál, mi történik itt gyöngyösön? Az anyádok istene. Ez mekkora, ez kifér? Ez lehet, hogy nem fog kiférni. Azt a bőtjár, ez nem fog kiférni, gyerekek. Mondjuk megpróbáljuk beférni. Jézus Isten, ez ekkora? Hát ez egy akkor át kell alakítani a dolgokat itt, gyerekek. Hol a néző? Már tankoljuk meg. Te Isten, mekkora izé inventory van. Na ez igen, ez azért, ez azért adja. És kellene bele szerintem, 2% 2% üzemanyagot raktam bele. Hát ez nem fog beférni, az hózier. Elakad. Jézus. Hát ez igen, ez szűk egy kicsit. Hoho! Úristen. Nem fér be? Elbefér? Nem fér be, lol! Ezt össze fogom itt törni, arra lesz jó, várj, kikére szállom, csak fosok kiszállni. Jó. Mondom, gyorsan fölveszem. Hát ez nem lesz így jó, ezt mindenképp izélni kell. Ez kell itt átalakítanom a dolgokat. Ajtót, mindent, hát ez nagyon szuper. Jó, addig ide leparkolok vele. Azt a betyár. Hát ez nem gondoltam, hogy ekkora. És komolyan. Viszont ezt az ordító... ez nagyon tetszik. Ez nagyon tetszik, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy jönnek a zombik, akkor nem csak a sikítást hallom meg, hanem ugye... Itt mi van? Ja, mert lekapcsoltam a lámpát. De ezt nem értem, hogy miért kék, meg pérpiros, ezt már föl nem foghatom. Oké, gyerekek, azt még, várjátok, itt csinálja ugye a modokat, jó, ezeket hadd csinálja meg, viszont megcsinálom én meg azt, hogy bekamerázom ott alul, és akkor ordítatjuk a izét, a dolgokat. Nem tudom, hogy hova rakjak izéket, kamerákat. Ez miért így van? Hogy így van, aha. Jó van, oké. Rakok ide. Rakok ide, és ugye az a lényeg, hogy a lépcsőre kell, hogy irányítsam őket. Hát nem akartam levenni, bazzer. De ennek ugye kéne akkor áramforrás. De ezt mindjárt megoldjuk az áramforrást. Okay. De hogy fogom összekötni én a izével? A szirén a dologgal, arra még nem jövök rá. Meg azt nézem, hogy ezeknek nem tud állítani. Ez mit van? Options. Itt a kamera preview, jó. Oda. Power delay. Igazából mindent. Minden target olyan, ugye? Target zombies. Mindenre. Oké, okay. A másikat is belőjük. Oké. Okay. Akármelyik érzékel. Akkor nyerítenie kell, de ugye akkor ennek föl kéne vinnem az
Ezért. Azt nem tudom, hogy működik. Egy izőt le kéne raknom, lehet egy ilyen speakert. És akkor konkrétan elé menni. És ezt össze kell kötnöm ezt a kettőt? Várjál. Most nincs áram neki hozzá. De most meg ez megszakad bazza. Hát ez itt érdekes dolgok vannak. Hát ez hogy a faszomba kell? Lehet, hogy ennek kell áram, csak várja, és akkor... De nem. Mindjárt várja. Mindjárt kitalálom. Ezt leszedem. Ennek adunk áramot. Meg kell ordítani biztos. Nem ordít? Miért nem ordít? Csak le lehet venni. És mi a pöcs van ezzel? Világítanak a lámpák? Nem világítanak a lámpák. Világítanak? Nem világítanak. Valami nem elvágódott. Ez vágódott el. Jó, mit csináltam? Most az világít, jó? Ezt be kéne kötni. Ide. Jó. És világítanak a lámpák. Nem értem, ezt nem értem itt. Hogy ez hogy jön össze? Ezt nem értem, hogy jön össze. Mindegy, ezt leveszem. Nem tudom, ez hogy sikerülhet. Ez kicsibe ki kéne próbálni fönt. Lámpák világítanak, ugye most? Az összes, jó. Ez nem, mert ezt tűzölj, ezt kikapcsoltam. A fáklyákat leveszem. Lekapom, jó, annyit megcsinál. Ja, várjál. Valahol... Hogy vannak a fáklyák? Ja, ide raktam őket, jó. Bocs, bocs gyerekek, de... Ezt meg akarom csinálni értelmesen. Na már vedd föl, bazzer. Ezekre nincs szükség. Egyébként sokkal jobban akasztja. Ez a durva. A fákja, a játékot, ezt nem tudom észrevettétek-e. Mint maga. Egy égő, egy elektromosság. Na, bazza, ezt hogy sikerült eltörnöm? Na de jó. Hol vagy? Hol vagy? Gyere ide. A drónomat fönnakadt. Jaj de jó, örülök neki. Gyere le! Hol vagy drón? Na, gyere ide! Ezt már be akarom fejezni, bazd, bár nagyon bele vagyok keveredve. Na hát, ez rendesen világít. Júj, bazd! Én megvalomán fasz. Na, nem jövök rá, hogy kell megcsinálni ezt a dolgot. Úgyhogy ezt így valahogy, mindjárt kiokumulálja a keeper. Sorba kéne raknom magamnak. Kéne egy ilyen, kellene egy ilyen. Mondjuk ezt ide rakom. Ugye? Adjunk neki áramot. Innen adok neki áramot ennek, ugye? Oké. Okay. Ez így jó. És ez követ is, lol. Oké. Okay. És ennek adok áramot ide. Na várja. Ezt így kell be, így kell összerakni, ennyi. Így kell összerakni. Ezt ti hol jártok? Várjál, megmutatom, hogy milyen hangja van, mert nagyon beteg. Nagyon vicces. Ugye, az a lényeg, hogy... Action. Audio. És fihet, ezt figyeld. Kurva jó, szerintem nagyon jó. Nagyon adja.
Viszont akkor ez nem lenne egy rossz megoldás, hogyha innen húznám az a... Hú, öcsém, én összeszartam magam ettől a szaros dróntól most. Mit tudok állítani? Inch power delay. Mikor működjön, mikor nem működjön. Zombira működjön, nem zombira működjön. Ki tudom kapcsolni, hogy rám működjön, ugye? Magamra, és akkor magamra nem működik. Ami tök jó. Hanem csak zombira. Ugye akkor jó, hogyha magadra akarod működtetni. Ha például ajtónyitásra akarod használni, vagy valami ilyesmire. Ja, akkor ezt itt össze kellene most akkumulálni szépen. Az a lényeg, hogy ebből a... Abból le kéne vinnünk nekünk egy áramot nagyon hosszan. Csak az a baj, mindenen keresztül kell, de várjatok, meg lehet egyfajta képen oldali, hogyha kívül vinném le. De ugye az a gond, hogy azon a részen kellene neki levinni. Úgyhogy egy kicsit mindjárt már ki kell találni a képernek, hogy ez hogy lesz. Hogy vannak húzva most a vezetékeink? Arra van húzva, arra. Igazából ez, erre tudnék kötni, sőt, arra is tudnék kötni el. Mert ezen csak kettő, egy darab fogyasztó van. Ne ijeszteges te meg itten te. Oszlopon kéne levinni. Ahhoz a kettőhöz, ugye? Tudom, lenne jó lehújni? Izébele jó lenne levinni. Tudom, hogy jól lenne jó levinni. Pillanat. De hogy az anyámba vigyem ott le? Jaj, gyerekek, ez egyébként egy akkora kóc itt ezt megcsinálni. Borzalmasan bonyolult. De mondjuk fölfele is tudnám hozni onnan. Járom, izé. Sorba kell kötni mindent. És nem olyan egyszerű. Várja, találjuk ki valahogy. Mindjárt gyerekek kitalálja a keeper. Ott van ugye egy kapcsolóm. És ott van ugye az áramforrásom. Le kéne hoznom, vagy föl kéne vinnem. Itt. Valaha. Ide kell, itt le kell hoznom. És akkor innen át tudnám passzolni annak a kamerának. És ez a két kamera akkor működtethetné. Gondolkozok, hogy tudnám megoldani még jobban. Hát bazd meg, akkora egy szívás. Lenne még egy generátorom, akkor jó lenne. Most lehozom ide az áramot, utána meg fölviszem. Akkor lenne jó, hogyha innen tudnám fölvinni. De miért nem tudom fölvinni? Túl sok fogyasztó van ezen a szarom, mi? Ezen az egész, ezen van sok fogyasztó. Ezen van három. Érdekes, hogy még egy dolgot már nem tudsz rákötni, az Istennek se. De várj, ezt a kamerát rá tudtam kötni. De az a baj, hogy a kamera után kellene még nekem egy ilyen. Csak a kamera után, már ezt nem engedi bekötni. Na ugye, hogyha ezt így lehúzom. De ezt engedi. Aha, az jó. Akkor ez megoldódott lehet. Fiat, akkor biztos, hogy megoldódott. Mert a kamera... És ugye itt is adni kellene, hogy a kamerát... Föl tudja ide kötni. Föl tudtam kötni? Minden működik? Működik minden. Föl vannak a kamerák, ugye? És érzékelnek is. Oké, és akkor innen kellene fölvinni az áramot. A speakeröknek, ugye? Én az áramot a speakeröknek tudod fölvinni, nem föl?
Már meg is van, hogy hol fogom fölvinni. Át fogom húzni ide. A kameráról. Ide. És ennek a kameráját is. Ide. Oké, és akkor itt meg fölhúzzuk. A speakerekre. Majd fölveszem a izőjét, ezt a fejes, mert így akkor van világításom. Látunk is valamit. És akkor igen, és akkor az lesz, hogy itt fogom felhúzni. Nem tudom milyen távolságba kell lennie kettő darab ilyen elosztónak. Majd mindjárt meglátjuk. Annyit csak, hogy válkatok, és akkor megyünk fölfele. Hát az a baj, már nem éred el. Tehát ide, meg mondjuk oda rakjuk. Próbáljuk, hogy azt elérjük-e, meg hogy össze tudjuk-e kötni. Összetudtuk, jó. És akkor ez megy fel a speakerökre. Majd ordítanak, majd mind az atom. Melyik az a pont, amivel még elérem? Ez már nem. Ez se. Ez már igen. És akkor mehet egy, mondjuk... Így. Oké. Okay. Csak én mit csinálok én? Rendesen bevezetékelem itt a dolgokat. Ez viszont böszme jó lesz szerintem. Okay. És rengeteg, sok speaker kör lenne gyerekek. Azért. Hogy ordítson, mint az atom. Viszont itt ki kéne találni, hogy ez hogy van. Itt auger az nálam van. Tökéletes. Ki kéne augereldem. Egy pontot. Nem tudom hol van. Itt a lépcső, akkor itt a fal, ugye? Tehát itt ez, nem tudom. Itt ezt ki tudom augerelni. Itt föllátok. Igen, itt föllátok. Ez nem egyszerű a dolog, gyerekek. Így értek el, hogy nekem sem. Mert ezt oda kell erre valamit. Te Isten. Várja, majd gondolkozzal a keeper, mert ne kapkodjuk el, mert akkor utána meg húzkodok újra. Mi van itt? Hol vagyok? Szerelő gyillásokat kell ástabb a gabrakba ezek. Na, hol vagyok? Egyáltalán. Aha, itt vagyok. Jó, ez egy jó dolog, hogy itt vagyok. Kell nekem mindenképp egy pont, ahol ezt így fel tudom bigyeszteni. Mondjuk kettő darabot. Jó. Az egyikhöz föl fog jönni a kábel, utána majd ezt visszacsináljuk nyilván. És valahogy úgy kell megoldanunk, hogy ugye elérjük mind a kettőt, mert akkor már megint az lesz a problém, hogy ha nem látunk rá, nem tudok kötni, de oda tudok kötni, ezt megpróbáljuk kivenni, és oda is tudok kötni, jó. Hogy azt mondja, hogy látnod kell egy... Nem tudod úgy húzni, hogy... Nem látod ezeket. Azt hiszem, hogy láttam az előbb, nem? Hol van bazzel a kábel? Hogy van? És akkor összekötöttük, érted? Így tudtuk összekötni, most fel van húzva. Teljesen. Oda. És akkor most kellene... Jó, mindegy, ezt meg tudjuk javítani onnan föntről is. Szuper, akkor... Ugye, érzékelek, be vannak ködve. Követtek is, nagyon szuper. Tökéletesen működnek. Most kell egy olyat csinálni, hogy fönt bekötni a speakeröket, és jó sok speakert lerakni. Nagyon jó. Brrr, nem egyszerű.
tudom. Mondjuk azt érdekes lesz, amikor ordítani fognak majd a speakerek, amikor én itt... Na, erre be vagyunk ködve, ugye? Erre van beködve. Várjál. Nekem egy javító. Azt tudom, hol van, lehet, hogy nálam volt. Már annyi van egyébként ilyen szerszám, hogy az őrület. Kell egy javító. És akkor ezt föl kéne upgrade-elni fával. Meg a cobblestone-nal is. Hol a fa? Hol a fa főnök? Mi ez a hang? Mi ez a zene? Na és akkor? Nem, majd kikére fősteri? Haha, Istenem, mi van itt ebben az... Meg az rengeteg ideje, rengeteg cumó, ami nálunk állandóan. Túlnál van, remélem, hogy túlnál van főst ecsetem. De hol van most az ecsetem? Mert... Azért én nem is tudom, hova tettem az ecsetemet. Hol az ecsetem? Hát itt van az ecsetem. Jó, megvan az ecsetünk is. Kifőstjük mind a két felét. Ugye ez is kell. Ez is. Dír. Oké, megvan. És akkor most jöhet a metszőolló. És akkor azzal látjuk, hogy föl van húzva, ugye? Addig. Viszont akkor azt kéne csinálni. Itt van két speaker. Szerintem az a két speaker elég, nem? Én az amondó vagyok, hogy az elég lenne. Akkor az nem is kellett volna az a innen. Elhúzzuk szépen az egyik speakerhez. Elhúzta? El. Elhúzzuk szépen a másik speakerhez. Nagyon tuti. El van húzva? El. És akkor most levegyük és megpróbáljuk triggerelni. És megnézzük, hogy ez működik-e. Ezeken egyébként semmit nem lehet állítani, nem csak fölvenni, jó. Milyen triggereljük. Lehet, hogy egy kicsit hangos a játék, mi most? Bocsánat érte, csak akarom prezentálni, hogy ez működik-e vagy nem. Na, az a leverem a farról kapcsolt. Hol a... Hát mit történik itt? Ugye lemegyek itt, lecsúszok. Na, itt azt a megfordulni. Ez ilyen paródia lenni ez. Megvan a verbe, gyerekek. My senses have picked up something. Uha. Jó, semmi gond. Semmi gond. Semmi gond. Na, megtriggereljük. Kíváncsi leszek. Ha valaki jön, ugye jön a zombi. Hello, megjöttem, zombi vagyok. Kurva jó. Nem lehet beállítani, úgyhogy... Vagy hosszabban, vagy valami triggered. Power duration. Oh. 30 másodperc. Ez jó. És akkor 30 másodpercig onnan elkezd tulikolni, hogyha zombit látod. Ha jól értelmezem. Perfect. Ennél jobb nem is kell. Azt a milyen hangos! Hú-hú-hú-hú! Nem bírom! Gyerekek, ezt le kell vennem, hát ez mi ez? Ez nagyon brutális. Ez nagyon beteg volt, mi volt ez? Igen, lehet a 30 másodperc. Jó, figyeljetek, jön egy zombi, elkezd tulinkolni, mint az őrület. De hogy az miért kék, meg miért piros az a lámpa, azt egyszerűen nem tudom felfogni. Jó, nagyon megcsináltuk szerintem, rohadt jó az egész. Mennyi a fogyasztásunk? Hát ezt figyeld, simán. Ide kell egy ládát rakni, ezt akkor benne az üzemanyag, aztán rifolvani néha.
Na, tök jó, meg vagyunk mindennel. Ezt leállítom egyelőre, aztán így, szerintem tök jó vagyunk. Itt meg ugye megkészültek a modok, majd ezeket berakjuk abba az autóba. Hát viszont át kell alakítanom, csak most valahogy nem volt lelki erőm mennek neki állni. Szélesebbre kell csinálni, meg nagyobb ajtót kell készíteni, mert ez így gyenge. Ez mit pilákolnak ezek a lámpák? Hát mi ez a? Én azt hittem, hogy ezek jók. Mi történik ezekkel? És ez biluxol itt ez a lámpa. Gyerekek, jó éjszakát kívánok, mi? Ezért? Van egy feeling. Nagyon adja. Nekem az... Viszont tizét kellene. Ugye ezt kicserélni, és elektromos kapura, és olyanra, hogy engem felismer, ugye, van olyan, hogy ugye be tudod állítani, hogy ez a szenzor, ez konkrétan téged ismerjen fel, és amikor jössz, akkor kinyílik az ajtó, meg amikor megyek ki, akkor is kinyílik az ajtó. Ezt úgy kellene megoldani mindenképpen. Tehát te egyik beférne, csak ettől vastól nem fér el. Ja, hát jó magas, pont épp, hogy elfér, de azért jó lesz ez szerintem. Na gyerekek, hát mit mondjak, azért haladtunk itten, nem? Piros lámpa, minden, kék lámpa, mennek itt a dolgok. Ezek mennek meg a bárányfelhők, viszont meg is lett a hosszú rész, az biztos. Murky Water hegyek? Jaj, már nem tudom, egyszer már nem tudsz forrakodni képer, te meg itten csak izé. Nyomod neki, mint az őrület. Oda nézd, milyen jó. A város kép. Hát azért beköltöztünk itt. Hát nem, egyszer nem tudsz, nem tudok forrakodni, bassza. Brutál, ami egyébként itt folyik. Ezt se fogja tudni elrakni mindjárt. Még elrakta. A Murky érdekes, a Murky Water-t, azt akárhányat rak egy slotra, vagy nem tudom, X-et. A izét azt nem, az meg csak 10-et. Az egy érdekes dolog, nem? A Murky Water-t azt bedobja a izét, nem tudom hányat, 49-et. A rendes vizet az meg 10-esével rakja. Hát, hogy értsed meg valahogy. Ennyi erővel Murky Water-t érdemes inni, mert akkor nem foglalja a slotokat, nem? Érdekes, tényleg érdekes. Na, gyerekek, tök jó. Megvett a hangulatvilágításunk. Szuper szerintem. Tök jó minden. Be van ködve minden szépen. Be van vezetékelve. Annyi lesz, hogy elektromos kaput megcsináljuk esetleg a következő részbe. Meg lehet, hogy egy szélesebb rampát azt azért össze kéne dobni. De különben tök frank, olyan boldog vagyok. Főleg ez a speaker, ez egy eszméletlen jó ötlet. Meg az is, várjál. Ez ugye nem megy. Azért itt vannak komoly dolgok. Nem lehet ilyen villogót, vagy szignál, vagy valami. Annyit majd nézzek meg, gyerekek, hogy nem tudom, hogy light. Mit lehet még ezeknél itt csinálni? Egyébként ez nem nagyon. Offroad headlightot lehet izére, vehicle-re. Érdekes. Szignál, vagy valami lámpa, valami elektromos, nem tudom mit lehetne még, neon, vagy fluorescent az volt. Dupla izé ajtó, azért ez kemény, ilyen volt ajtó, körülbelül ez nagyon beteg. Ilyet is tudnánk csinálni, ez is nagyon jól néz ki. Meg ilyen lebújót, de hát ezenek semmi értelme nincs. Izé a dór az viszont kell. Csak ugye hány blokk magasat tudunk? 3x3-as. 5x3-as, itt van. 5x3-as. Az adná. Most mennyi van? Most egy 3x3-asunk van, ugye? 3x3-as, egy 5, de várj, az 5x3 az nem elég. Most is 5x3-on, és nem nagyon fér be a verda. Csak az a baj, hogy akkor... Bazzak. Már az 5x... Nem tudom, hogy ez hogy működik. Lehet, hogy ugye nincs az a kotla a tetején, és akkor befér. Nem tudom megcsinálni, úgyhogy hiába nézegetem, én hülye. Ennek is ott a kotla. 5x4-es.
Egyszer négyes ott lak, mondjuk be lehet építeni a mennyezetbe. Úgyhogy az 5x4-es az jó lenne ilyenbe. Egyelőre nem tudok másfajtát. Ugye akkor annyi, hogy ez följebb menne egyel, és akkor már is beférne a verda. Ott meg bőven nem férne, hogy ez a vas, ez most egy sorra följebb van, vagy lejjebb. És az 5x, ugye ez 3x, tehát akkor oda meg odáig kiérne, és akkor meg kellene szélesíteni annyival ezt a följáratot. Amúgy is jobb, biztonságosabban közlekedne az ember. Jó, oké, gyerekek, elbúcsúzom, tök jó vagyunk, bírom, nagyon tetszik, viszont nálam van szerintem egy robogó, azt a robogót hadd rakjam már le ide. Úgyhogy ez a Robi robogó, az mondjuk, nem tudom, hova legyen, mondjuk a Robi robogó az lesz itt, jó, és így neki döntöm a falnak. Meg hát egyébként én szerintem a motorral fogok járni, de mindenképpen minden vehicle-t össze kéne hozni. Figyelj, itt be lehet parkolni, bazzer. Tessék. És oda ki betávasztotta. De azért, vannak azért itt fönforgások, nem lehet mondani, hogy nem haladtunk, de ez, hogy teras, azt egyszer nem tudom fölfogni. Ezeket mondjátok már meg, hogy ez miért történik vele, milyen hülyeség. És ez meg, ez is nagyon tetszik. Jaj, de kár, hogy nem jön most semmi zombi. Nagyon élném. Nem tudok meglőni valakit? Nagyon élném, hogy jönne egy zombi, és akkor mit tudom, orrítaná ez a valami. Egyre industriálisabb ez a bázis. Bázis? A bázis, a bázis. A reflektorom, majdnem belelőttem egyet. Nincs senki? Nincs semmi? Érdekes, hogy ez egy zombi hordát se küld újabban rám, mármint ilyen spontán hordát. Ja, ott marad, de abban nem sok értelmes van. Dakar! Kipróbáltam volna, ez semmi mozgás. Kár. Kár gyerekek, meg lehet, hogy sikítos egyébként nem fog nagyon jönni már. Az a baj, hogy... nem, várjátok... kipróbálunk valamit? Valamit hadd próbáljak ki. Mert az, mindig érdekelt engem ez az Urban Legend. Hogy ez igaz-e, hogyha én beröpfentek mindent. Meg ráadásul lerakok egy kazal fákját, akkor jön egy sikítós. És figyeljétek, ez a fákja, ez FPS dropot okoz. Szerintem amiatt, mert animálva van. Na nézzük. És tényleg, ha ránézel, és emiatt, nézd meg, látod milyen FPS dropot, ha... Ne használjatok fákját, bazze. Használjatok elektromos áramot. Komolyan. Rohadt idegesítő. Nézzük. Bacsi, mi van itt? Meg tudjátok, mit mondtak okos arcok? Hogy attól olyan sikítós, ha építek valamit, és utána összedöntöm. Azt nem tudom, hogy fogom megvalósítani, de megpróbáljuk. Már tudom, hogy fogjuk megvalósítani. Hogy építsek valamit, és utána döntsem össze, és attól általában bejönnek a sikítósok. És de ezeket az Urban Legendeket, ezeket a városi legendákat megpróbáljuk megkiúsítani, vagy pedig alátámasztani. Építek egy rohadt nagy tornyot ilyet. Meg is tudom oldani, hogy összeröntöm. A fákja hogy akasztja? A fákja jobban akasztja ezt a játékot, nagyobb FPS dropot okoz, mint bármi más. És komolyan, építesz egy ilyen nagy fodályt, semmi FPS drop, bármi. Jön, csinálsz, leraksz 10 fákját, az 10 jó van. Minusz
50 FPS, ez egy kicsit röhely. Na, és akkor ezt tudod, hogy oldja meg a keeper, hogy ez összedől? Mert így le tud menni. Sőt, még ki is tudnám lőni. De inkább lemegyek, kiveszem az alsót, aztán följövünk, megnézzük, hogy ez tényleg jön-e arra, csikítós. Ég az összes fákja, kiveszem ezt összedől, és arra se jön csikítós, akkor hamisok az urban legendek. Egy srác írta egyébként, hogy csináljam ezt az összedőlős dolgot, hogyha sikítóst akarok. Meg gyújtson be az összes dolgot, ami létezik nálam. Hát gyerekek, ez lehet, hogy nem jött be. Mindjárt tűt. Hát nem nyerő. Fákja, hallod, ide jössz, nem tudok elfordulni, úgy akar. Jó, akkor ennyi. Úristen, hallod, milyen FPS drop van. Hallod, a gépem rendesen ide. Ilyen hangokat ad, amikor túlmelegszik, és izé a ventilátor fölnyomta a fordulatszámát. Hát ez hihetetlen. De figyeld, és még mindig. Még mindig. És csak. Nincs FPS drop. Ez a tűz valahogy nem jó van leanimálva. És szerintem ettől csinálja. Na, jól van, elbúcsúzom, be nagyon tökölés van. Köszönöm szépen a figyelmet. Szerintem egyébként tök jó lett az elektromos rendszerünk. Szépen megcsináltuk mindent. Körülbelül még szimmetrikusak is ugye. Mind a két oldalt három neon. Egyébként nem is kell ennél nagyobb fény szerintem, meg hát itt a lámpám is. Nem kell ennél nagyobb fény, kellemes ez. Nagyon high-tech a dolog, mindenhol ilyen elektromos kütyük vannak. Egyébként ezt tudjátok, hogy miért ilyen ez az elektromos valami csoda? Ezt hadd meséljem el, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy lerakom nektek ide. Ugye? Ez úgy működik, hogy ezeknek a tetején húzzák a vezetéket. Itt. Ugye, az oszlopokon, gondolom láttatok olyat, hogy itt keresztül megy a vezeték. És ugye ez porcelán, az egy dolog. De, a porcelán nem vezeti az áramot. De, ugye, alatta mondjuk lehetnek olyan dolgok, amik vezetik az áramot, meg még valami vezeti az áramot, a víz. És ugye, hogyha ez csak egy tömb lenne, akkor konkrétan ráesik a tetejére a víz, lefolyik az oldalán, lefolyik az oszlopon, és konkrétan rázna minden egyes oszlop, minden a környezetében, mert konkrétan vezeti a víz az áramot. Tehát esőbe minden rázna, minden ilyen. És ez úgy van megoldva, látjátok, hogy az eső, hogyha ráesik ugye a vezetékre, ott ugye addig ráz, tehát vezeti az áramot, jön a víz, lefolyik itt, és van itt egy visszafordító, hogy fölfele nem folyik a víz, tehát lecsöpök ide, és lecsöpök ide, és lecsöpök ide. Tehát ez a rész itt, ez száraz marad. És ez zárja el az áram útját, hogy ne vágjon agyon az áram, amikor mész az utcán, vagy pedig megfogod az oszlopot, mivel itt ez a száraz részek, amik itt benn vannak egy ilyen kis esernyő alatt, azok nem tudnak vizesek lenni esőbe se. És ez azért van megoldva, hogy így folyjon le a víz, és így folyjon le a víz. És ne úgy, hogy őszintén vannak így visszafordítva, hogy ne az, hogy így folyjon le. Tehát attól még, hogy így lenne ilyen keresztek, az nem elég, mert akkor ugye vissza tud folyni a víz, azért vannak így, hogy ilyen negatívba, ilyen konkáv formájúak alul ezek a dolgok. Úgyhogy ez szerintem rohadt érdekes. Hogyha nem tudtad, akkor legalább valamit tanultál, legalább valami értelme volt ennek a videónak, hogy megcsináltam. Na tényleg, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!